tudod hol a helyed, ha robban két szó. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! Morning Show, élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 6 óra múlt, pontosan 11 perce. Jó reggelt kívánom mindenkinek! Hello! Hello, Jani! Hello, sziasztok! Nem fogunk, azért sem. Jó reggelt kívánom mindenkinek, gyerekek! Hát elképesztő az, amin túl vagyunk, igazából, és még ami előttünk áll, az meg aztán végképp elképesztő. Hello, Feri, újon! Hello! Hát úgy hiányoztatok. Feri, most vesznek csak észre. De hülyéskedj, elbújtam itt az egyik pálma mögött. Azt itt vagyok, minden. Megérkeztem én is, teljes a csapat, a hármas, nagyon szép utazáson vagyunk túl, a Nováki kollégával és Vikivel, hát kérem szépen gyerekek, minden volt ez alatt a két nap alatt, amíg ideértünk. Minden. Nagyon imád. Na, nagyon imád. Hátra, Bali. Feri, mesélj. Egyelőre nektek van azért több élményetek, mert én csak egy 24 órás repülő utat tudok mondani, illetve annyi sem volt, hanem ilyen három különböző részletben jöttünk. Nagy csodák voltak. Egy biztos, hogyha bárhol lemaradtunk volna, a Viki bőröngyében, nem hiszitek el, egy körülbelül 2 heti élelem van, tehát bármikor, ha megéheztünk, akkor az volt, hogy Viki így elővett valamit, kis zapkex, kis csokoládé, figyelj csak, ezt kóstold meg, ez annyira jó, hogy én meg fogsz törődni. Mondom, Viki, most szálltunk le a repülőről, halálra zabáltuk magunkat, nem akarok enni, de figyelj, Feri, ezt meg kell, de ezt kóstold meg, tényleg, nehogy baj legyen. Mondom, nem lehet baj, tényleg most szálltunk le, és semmit nem csináltunk, mint ültünk 8 órán keresztül egy gépen, nem fogyasztottam el az energiáimat, hidd el nekem. Hát a Vikinél jobban senki nem vette komolyan a pákonak a fenyegetését. Ez az őszintén, tehát az ő kis bőröngyében már egyébként egy hónappal azelőtt összevásárolt kisebb fejlődő ország méreteire szabott antibiotikum készlet volt már mindenféle ragály, kór és gyakorlatilag mindenféle betegség ellen. Gyerekek, hát felkészült. Hát aztán muszáj. Azt nem kínálta, az antibiotikumot nem kínálta, csak a csokit. Na, minden esetre most kereshetünk ezeknek mind a fekete piacon. Tudunk adni. De itt a fekete piac kétértelmű, úgyhogy vigyázzál. Ja, hogy fogalmazol? Na, hát Dél-Afrikában vagyunk, ha valaki esetleg nem tudná, körülbelül mennyi? 8500-9000 kilométer, ami drága, kicsi hazánktól. Hol vagyunk? 200-300. Igen. Hol vagyunk? Jelen pillanatban még nincs. Majd lesz, nyilván, mert hogy elég sok időt töltünk itt. És hát, ahogy a dolgok állnak jelen pillanatban, a következő 6-8 hetet az egészen biztos, hogy itt töltjük. Na, megyek, megölöm magam. Hát legalábbis. Úgyhogy itt leszünk, mi már Janival egy csomó élményen túl vagyunk, majd szépen fokozatosan adagoljuk ezeket, nem akarunk most senkire semmit rázúdítani. Most zene. kicsit több lesz a zene most. Úgyhogy, hát igen, teljesen más világ, amiben vagyunk, teljesen más szokásokkal, más emberekkel, az egészhez azért egy kicsi, hogy is mondjam, átállás szükséges. Babutú, ne most, nem kell több banán. Köszönöm. Ők Babutúnak hívják, nem is tudtam, hogy ilyenbe vagytok. Úgyhogy maga a világ az nagyon-nagyon érdekes, de ahogy mondtuk egyébként nyilván már, még Budapesten, ugye, hogy az adás az nem arról fog szólni, ami itt történik. Tehát tulajdonképpen kicsit számunkra talán szürreális módon, de magyar közlekedési hírekkel, budapesti közlekedési hírekkel, otthon történt dolgokkal, próbálunk foglalkozni. Na mondj már egy Lánchídat, vagy valamit, nincs az esetben. Kérlek szépen, M1-es, M7-es bevezető, 3 betűs kúton befelé, mosolyogni a drága fotókért cserébe. Köszönöm, újra otthon vagyok. Gyerekek, ez a helyzet. Mondtuk is egyikben tegnap, hogy hol van ez az M1? Hogyha nem Class FM from Nelspruit stúdió lenne, akkor a Stargate stúdió nevet kellene adni a kis mostani kis helyünknek, mert hogy gyakorlatilag olyan, hogy az SMS falon keresztül minket visszaránt térben, ha időben nem is, mert hogy ugye nincsen időeletoldás, de térben visszaránt minket Magyarországra. És már alig vártam az M1, M2-ről, a bevezetőkről, az elkerülőkről, hogy az Egérút az dugul-e, vagy pedig, hogy a Hungárián van-e torlódás, és az Ürömi körforgalomban van-e valami változás, vagy sem. Mindenre rámegyünk. Illetve, hogy mi a helyzet a lőrinciekkel. Mindenre rámegyünk. Ugye az alázenénk is megváltozott, gyerekek. Hát itt muszáj változtatni, kellemes kis afrikai kis kongászene. Úgyhogy, hát igen, megérkeztünk. Köszönjük szépen egyébként ezúton is a Three Panthers konga csapatnak, akik itt vannak bent velünk a stúdióban, és végig tolni fogják velünk 6-7 héten. Illetve a kertben zenélnek és felhaladszik. Igen, egészen pontosan. Megérkeztünk, mi mióta vagyunk itt? 3 napja, 4 napja tulajdonképpen. Hát csütörtökön érkeztetek. Csütörtökön reggel vagy délelőtt érkeztünk, szálltunk le meglehetősen borús időben. Egyébként nem, hogy utána nézzünk, hogy Pesten milyen idő van jelen pillanatban, masszívan felhős az ég, és a Nelson Mandela sugár úton egyébként kiválóan lehet haladni. Senki nincs sehol. Igen, senki nincsen sehol.
De aztán, amikor itt, hát így belevág a napsütés, akkor viszont nincs könyörület. Akkor nincs könyörület, 30-37 fokra is felmegy a hőmérséklet, és állítólag ilyen UV-10, UV-11-ek riezgetnek bennünket, jelentsen ez bármit, fél óra és romáig. Én UV-10-et mértem tegnap az arcomon. De van is krémet 10-re, vagy csak 11-re? Az az igazság, hogy én mindenből olyat hoztam el, amiből volt otthon felbontott, és ezért a gyereknek a naptejét hoztam el. Az látszik is egyébként, mert bronzosodik a homlok, mert elég kemény. Igen, kérdezi egy hallgató, hogy nem kaptunk-e még maláriát. Én azt mondom, én nem tudom, nem érzem, mert hogy annyira ráz már a hideg, hogy semmit nem érzek. És halálfélelem van. Van. Gyerekek, nincs, az egész egy kicsit túl van lihegve, vagy túl volt tulajdonképpen, ahol mi vagyunk jelen pillanatban, hogy nem, hogy malária nincs, itt még a szúnyogok sincsenek. Itt csak kolera van. Az egy teljesen más terület, ahol malária. Igen, itt csak fekete mambák vannak a kertben, egyébként nem kevés, de nincs nagyobb malária, úgyhogy nem is szedjük, te szedett? De hogy szedem, ez szórakozó. A stábból még nem hallottam olyan embert, aki szedné. Az meg az, ami az én májam. Hát érted. Ja, hát az hova ránéz a malárina gyógyszer, az, hogy hagyjál már. De ezt már hova károsítsam. Én amit betettem, az a pálinka, meg a kolbász, ott van fenn a szobában, érted, ha baj van, jöhettek, és a pálinkából kell bevenni reggel, meg este egy ilyen. Beengedtek kaját tényleg? És nem kérdeztem, hogy hozhatom-e, csak szépen összeraktam a bőröndöt. Szerintem nem néztek semmit, figyeltek most nem. Őszintén, hát emlékezzetek, hiszen átmentünk hány ilyen kapun. Miután kiléptünk Magyarországról, így mindenki legyintett, már Kairóban is így elnézett a csávó, és besétált nálam ez a detektoros kapu, magamon hagytam az övemet, és annak fém a csatja elkezdett üvölteni. Na szokott, így a csávó, hogy rám nézett, hogy visszafordult, aludt. Menjen tovább. Nem, még egyszer tovább. Nem megyek a sítre, kiabált a Feri. Igen. Na, csak hogy egy-két mondat többek között, például tényleg a johannesburgi reptérről, ahol ijeszgettek bennünket, ugye, hogy vigyázni kell mindenfélére. Következő történik, leszáll az ember ugye Dél-Afrikában, megérkezik, hát elég sokat kell várni a csomagra, tehát ilyenkor már eszedbe jut, hogy mégse olyan rossz az állapot otthon, mert otthon mondjuk 20 perc alatt jön meg a csomagod, itt 40 perc alatt jön meg a csomag. Nincs is ezzel baj, kimész ugye a tranzitból, belépheted magad az országba. Azért beszél egyes szám első szemében Balázs, mert én egy csomagjában igen, egy bébi pórázzal oda voltam kötve hozzá, tehát ahova ment, oda mentem én. Meglehetősen mozgalmas, ugyanakkor nagyon nyugodt utunk volt. Tehát hoztad a beszállókártyákat, együtt volt az útlevél, a beszállókártyákat ne tűntél el, együtt pisiltünk, szóval nagyon meg is akartalak dicsérni, hogy kifejezetten rendesen utaztál. Illetve egyszer együtt kakilt. Igen. A bizniszen, amikor elkezdted elcsomagolni az ételmaradékot a táskádba és az evőeszközöket, azon picit meglepődtem, de a stewardess. De a stewardess nem. De a stewardess nem ért az öltözetem alapján, hogy melyik társadalmi réteghez tartozom. Megmondtad egyébként, ki van fizetve, nem? Igen. Fura volt, hogy elraktad a műanyag kés és a műanyag villát is, ehhez nem voltam hozzászokva, de nem majd. Na mindegy, hogy kiléptünk a johannesburgi reptérnek a kapuján, és ugye az egyik termináról át kell menni a másikra. És megtörtént az, amivel bennünket ijeszgettek, hogy odajött három ilyen egészen furán, nem annyira jól öltözött, ám de nagyon furán beszél, az angolt legalábbis furán beszélő emberke, hogy hova megyünk, mutassuk meg a következő beszállókártyánkat. Mutatom a beszállókártyát, hogy hát szállnánk nem, át. Nem, bocsánat, az enyémet mutattad meg, mert a tiéd az biztonságos helyre el volt éve. Így kiveszi az enyémből, az én kezemből a beszállókártyát, és oda is adja. Nem, oda nyújtja. Nem, oda nyújtja. Rutinos vagyok, oda nyújtom. Mondja, hogy persze, ő tudja, hol kell átszállni, majd ő viszi a csomagokat. Majd ő segít nekünk. És itt jutott eszembe a figyelmeztetés, hogy ezek az emberek egyébként hamis igazolvánnyal a nyakukban, amit nem tudom honnan szereznek, eljátszák, hogy elviszik a te csomagodat a következő beszálló vagy becsekkoló kapuig, a South African Airlines-nak a kapujáig. És tényleg elviszik, csak nem oda. Ami arról szól, hogy nem tudom, hogy oldják meg, hogy valószínűleg lefizetik egyébként az ott áldogáló rendőrt, aki 10 méter állt, és az egészet végignézte, és nem foglalkozott vele. Ha gyanútlan turista vagy, akkor fogják a csomagodat és elveszik. És elviszik, kimennek vele az exit kiáraton, kimennek, berakják a taxiba, a büdös életben nem látod többet a csomagodat, és te állsz ugye a becsekkolásnál, és semmi nem jön meg. Csak vársz. De ezek az emberek pedig gyanútlanul ugye átadják a csomagot. Azért zseniális a dolog. Elképesztően csinálják. Azért zseniális, mert te fölszállsz a gépre, hiszen azt gondolod, hogy a csomagodat ő már betette a gépbe. Igen. Fölszállsz, leszállsz valahol, és ott fogsz állni, és várod a csomagot. De mivel... Soha nem jön meg. De mivel valójában csak egy hipotézis volt, mert nem tudtuk biztosan, hogy ez lesz a következmény, ezért Balázs odaadta nekik a csomagomat, nézzük meg, hogy mi lesz a sors. Mondom, Jani, mi itt rádiósok vagyunk, nekünk be kell számolni arról, hogy mi történik, adjuk oda a csomagodat, és nézzük meg, hogy valójában ellopják. Nem hülyíthetjük a hallgatókat, mindenféle fals információkkal, add csak oda a bácsinak szépen a csomagot. Bizony. Úgyhogy nem mondtam nekik, hogy köszönjük szépen, erre most nem tartunk igényt. Ezeket a kis nyakbaakasztós, ezeket a badge dolgokat, ezeket meg kellett volna nézni, hogy mi van rajta. És utak mondtam, hogy te hülyék vagyunk, hogy nem kértük el, hogy mutass már baráta, hogy mi van, hogy odaadta-e volna, vagy megnézhettük volna, vagy engedte-e azt, hogy megnézzük, de nem.
igazából ezt elfelejtettem. Vannak ez egyébként ilyen rendes emberek is. Vannak. Ilyen portás feliratú ízében vannak, és nyilván egy olyat szereztek, és ezt lemásolták. Hát meddig tart egy grafikusnak csinálni egy ilyen ízét, hogy a fénymás, a johannesburgi híres fénymásoló üzemek. Tudod? Igen, tehát... akkor gyanút foghatunk volna, amikor közelebből nézve észleltük, hogy fából van faragva a passz. Igen, akkor már lehet, hogy kellett volna gyanakodni. Na mindegy, úgyhogy... Hát elképesztő volt a helyi járat, amivel jöttünk, ugye, az is hihetetlen. Miért? Nagyon jó volt. Hát azt mondom, volt, hogy döbbenet. Hát azt mondom, hogy elképesztő jó volt. Olyan volt a hangodban, hogy... Nem, hát imádtuk. Konkrétan olyan volt, mint egy ilyen private jet, ugye, egy ilyen tízüléses kis lélekvesztő, amivel te felszállsz a Johannesburgi reptéren, majd még repülsz Nelsprétig így laza 50 percet. Következő történt, ülünk egyes sorokban az ablaknál, János előttem, vagy mögöttem, és ülnek ketten jobb oldalon. Jön a Stewie, nagyon helyes egyébként. Csajci, és mondja, hogy legyen szíves ez a két ember, aki mellettem ül, átülni hátra, mert ott jobb. Fészkelődnek, ők sértik, hátra mennek. Hát mondom, azért én ráfizetetek, megkérdezem a Stewardess, hogy még kellett nekik átülni. Azt mondta, hogy jobb a súlyelosztása a gépnek, mert úgy fel tudsz szállni. Mondom, ez nagyon jól hangzik. Abszolút így jól. Ez nagyon jól hangzik, mondom, akkor, és mit jó helyen, vagy maradjunk nyugodtan, csak őket kettőket kellett, mert hátraülnek, akkor előbb felemelkedik a gép. Hú, mondom, Jani. Nem biztos, hogy jó helyen vagyunk. De milyen kis gép, nagyon nem? Nagyon jó volt. Szenzáció. Az az életem legjobb repülési élménye. Én már mentem mindenféle géppel, kicsivel, naggyal, de ez olyan tényleg az volt, hogy egy kicsit ilyen nagyképű volt, hogy bemész a magánjetedbe. Most nyilván ahhoz túl sok ülés volt, valamint azt szerintem kitette a Viki tegnap a Facebookra, tehát méretileg a gép az úgy néz ki, hogy vannak, akiknek jó ez a gép, és vannak, akiknek nem jó ez a gép. Ez voltam én. Az első, hogy felléptem, mert a gyönyörű színesbőrű stewardess lány szemeibe egy kicsit én beleszerettem ott rögtön, ezért nem figyeltem, hogy hova nézek, és így homloktájon levettem a izét, a felső bőröntartót, ezzel kezdődött, majd én úgy tudtam benne állni, hogy így gyakorlatilag 90 fokban így meghajtottam a fejemet. Láttam a képeket. Úgyhogy ehhez képest nem volt nagy, de a repülés meg nagyon jó, és a mi pilótánk az zsivány volt, amikor leszálltunk, mert gyakorlatilag olyan repülést mutatott be, aki kedves utasoknak, hogy ott néhányan így megmarkolták a karfát, hogy... Igen. Abszolút, ezt rögt, basszus, vissza kell fordulni. Körülbelül így, és a csávó olyat borított, én imádtam, nagyon jó volt. Ott láttam, hogy elsápadó utasok voltak, de mondom, még egy kört, főnök, menjünk! De hát aztán nem leszállt. Szóval egyébként tényleg nagyon-nagyon helyes volt. Én mondjuk a magasságomból kifolyólag a segébe szerettem bele, és nem pedig a szemébe, és ezt nem láttam. Nem biztos, hogy ugyanazt láttuk akkor, mert egy sudár gazellater. Alacsony volt? Hozzá képest. Hát mondjuk az is igaz, de ő legalább elfért a gépben. Igen, aranyos volt. Csak hát mondott néha ilyen meglepő dolgokat. Igen. Egyébként, igen. Na mindegy, szóval a lényeg, drága hallgatók, hogy itt vagyunk. Veletek vagyunk, és természetesen próbálunk mindenkit a lehető folyamatosabb módon ébreszteni, megmaradnak a játékaink, megmaradnak a témáink, természetesen vendégeink is lesznek ugyanúgy, többek között például holnap, hát Tibi nélkül nem lehet kedd. Jön a kasza. Jön. Csak még ide kell érni. Kedden leszáll, lenyomja az adást, szerdán megy haza, és igen, pénteken újraindul. Takarékossági okokból busszal kezik, tehát a múlt hét kedden ő már elindult. Egyszer csak itt lesz. Egyébként neki nem vertük megmondani. Nagyon ír így két dologra is. Egyrészt, hogy ti nézhető televízió műsort csináltok. Azt megértem. Az ő esetében láttam a nézettséget szegény. Másik meg, hogy itt vagyunk. De nincsen mérhető nézettsége, hogy láthatta? El legyetek már ilyenek. Új. Ne, holnap megmondom a Tibinek, hogy az a műsor, amit csinál, az akár jó is lehetne. Hallgat bennünket, mert most megy kaszasóra, nekem már írt. Igen. Most megy, és jelen pillanatban hallgat minket. Szegény Tibi, ne okolja magát, jó. Nem rajta ment el ez a dolog. Ismered a mondást, Tibi, járt utat, járat, ha el ne hagy. Tibi, drága, tök jó vagy abban a műsorban, az nem rajtad ment el. Az nem miattad rossz. Igen, de szeretünk, és holnap hívjuk természetesen. Ami Tibiken, sőt olyannyira, hogy csütörtökön, ugyanúgy, mint mindig, jön Mr. Puliszka. Természetesen elmondja, hogy mit tegyünk, és mit ne együnk. Itt egy kicsit zavarosabb a dolog, szóval itt azért ő nem tud nagyon ránk figyelni. Ne ígyunk össze-vissza minden élét, mamaját, papával. Szerintem ő mellettem az elmúlt három napban agyérgörcsöt kapott volna. Tehát én vagyok az, aki konkrétan első nap megnéztem, mi ez, csapvíz biztos iható, tehát így indítottam. Igen, miután ittál belőle. Felmerült a gondolat a fejében. Mire megittem egy fél liter, ez a csapból jött. Na mindegy, most már mindegy. Gyerekek, én mindent megeszem, mindent megiszom, mindent megkóstolok, mindenbe beleeszem, mások ételébe, ugyanúgy, mint eddig. De hogy itt megint ment a rémizgetés, meg az ijeszgetés, hogy ez mi, meg vigyázzál, meg vossák kezet, meg nem tudom, nyilván kell, de hogy önmagában egyébként semmivel semmi gond, egyelőre lekopogom. De tényleg, tehát, hogy a forgatási helyszíneken is beleeszem mindenbe, még olyanba is, ami nem az én asztalomban is rajta van, hogy nyelj hozzá.
De nem így van. Tehát, valószínűleg mi azért kivételezett helyzetben vagyunk itt, szóval azt hozzá kell tegyük, hogy amennyire rinyáltunk az egésztől, egyelőre annyira pont a másik oldalon. Abszolút így van. Úgyhogy ez valószínűleg itt a szállodában azért vigyáznak ránk. Lehet, hogyha két utcával arrébb próbálkoznál ezzel a vízivással, akkor egyrészt elkapnál, az lehet, hogy nem elkapnának a helyiek, most... helyiek, másrészt meg az nem lenne olyan. Csak mondom, a helyi szupermarketben, vagy hipermarketben, ahova nekem van kártyám, de nem mondom a nevüket, mert nem szponzorálják a műsort. Már van kártyád? Igen, de még nem késő. Keressék meg a szélszünket. Háromszor annyi termék van, mint az otthoni verziójában. Akkora árumbőség van bent, hogy az valami megdöbbentő. Igen, és aztán kijössz, és 10 perc múlva ott egy olyan nyomornegyed, amit egyébként nem hiszel el. Audi TT kupéval állnak be a bevásárlóközpontba, de közben egyébként, ha átjössz egyedül, mondjuk az edzőteremből a szállodáig, vagy egy messzebb lévő szupermarketig, akkor azt mondjuk hat után nem ajánlják, mert hárman körbeállnak, és konkrétan kirabolnak. Tehát olyan kettőség van ebben az országban, ami nyilván máshol is, azért Afrikában pláne, meg Ázsiában, de az ember európai szemmel, nyugati szemmel azért ezzel nem találkozik. Hogy van egy kicsi réteg, aki eltartja például ezt a bevásárlóközpontot, és 10 percre itt a város szélén egy akkora nyomornegyed, csinálom majd róla fotókat, egyébként megdöbbentő. Hát csak mondom, hogy hárman mentünk be, első körben hárman mentünk be, ugye a mi zseniális műszaki igazgatónk Gyugyó, Balázs és én mentünk be, ugye a hipermarketbe. Gyugyó megvette a magának kis 10 literes ballonját, amivel a gyümölcslé mennyiséget fel tudta egy kicsit turbozni, és el tudott vele jutni még az autóig, hogy ott a tartalékban meglévő szintén 10 literes ballont elfogyassza. A Balázs gyakorlatilag semmit nem csinál, csak lófrát, én pedig fotóztam az árukat. Hát jó, ilyet se láttak azért még ott. Jó, mondjuk te beteg vagy ebből a szempontból. Tehát egy szénsavas üdítőitalt, ami gyömbéres, hat helyről körbefotózott. Tehát Bali, 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 és mondtam, hogy menjünk már tovább, Jan. Igen, jó, gyömbéres, igen, citromos. Hallod, Bali, Bali, de nézd meg! Hát zéró, cukormentes, és ananászos. Vaníliás kóla, öcsém, gyere már! Tehát körül a Jani onnan indult, hogy nézd már, mozog az ajtó, mondom, Jani, fotocella. Tehát, hogy a te inger küszöböd azért egy picit más, mint az enyém, mert értheted, nem voltál sokat, és ezzel nincs mozgó, lépcső, mozgó, nem csak csúszós. Kő. Nem voltál sokat, ez nem baj, de egy szénsavas, gyömbéres üdítőnek ennyi örülni, és fotózni, és csinálj rólam fotót, csinálj egy fotót, csinálj egyedül az üdítőről fotót. Ugye olyanok voltak, mint az árukfelbe, végigfotóztuk az árukészletet. Szóval már egy terabájtos a külső Winchester-en megtelt fotókkal, pedig én csak 3 napja vagyok. Ugye minden, tehát bejönnek takarítani, fotózod, lemegyünk az étterembe, fotózod, kilépünk, van egy sáska, fotózod, beszállunk a buszba, fotózod, iszunk egy pohár üdítőt, fotózod. Sorry, duet, selfie, please. tehát, hogy elképesztő egyébként, amit te művelsz, de nem, legalább lesz archívod, szóval, hogy ne törődj. Aha, hogy ne. Ne törődj vele. Minden percet dokumentálod. Ideg téli éjszakákon lapozgatod a telefonodon, jó lesz. Na, nagyon sok mesélnivalónk van, még meg nagyon érdekes hely egyébként ez a Dél-Afrika, úgyhogy mert szépen csöpögtetjük az információt, nem akarunk mindenkire mindent rázúdítani, a kirakat feliratokon keresztül a különböző dolgokig, amik itt lehet látni, tényleg nap mint nap az ember annyi impulzust kap, hogy erről bőven lehet mesélni. Úgyhogy mesélünk majd természetesen. Hallom, George Clooney-nak hívtak a repülőn, tényleg? Nagyon ezt kedves, meleg csávó egy vaknéni. Nem, várjál, ez melyiken volt? Ez a Budapest Kairón volt. Budapest Kairón. Kinézett egy George helyes, Clooney-nak. Egy nagyon helyes, meleg stewardess. Ja, jó, kín. Hát... Hát most, azért nem mindegy az? Most mi bajod van? Hát most mindegy, hogy ki mondja. Érted, ezt mondta. És mondta, hogy valahonnan ismerlek. Aha. Mondtam, hogy nem hiszem, hogy összefutottunk valahol, de hogy egy híres sztárra én hasonlítok. És akkor... Benke Laci bácsi. Igen, mondtam én. Ugye? Leslie Benke. Én is ezt mondtam, de egyébként csak ő lehet az, és utána visszasunyogott, de nyilvánvaló valamit akart, mert az ölembe ült a gépen, nem hiszed el, ölembe ült. Ne. Halálkom olyan, hogy szelfizzünk, hogy közös SUV. Fotó, az SUV. Miért csinálnak? Nem tudom, én se értettem, és akkor lefotoztam magunkat, kezet fogtunk, így fogott kezet, mint a hal, nagyon aranyos volt, majd még a Zsült megkérte, hogy ő is fotózzon le bennünket. És kaptam egy extra mangó italt. Egy extra adag ginát, amivel aztán elvitt hátra a WC-be, és csúnya. Nem bírt volna. És csúnya. És végig George-ozott? Igen, végig George-ozott. És mindig, amikor elment mellettem a kis tolikocsijával, akkor aranyosan így egy ilyen félkacsintást lenyomott. Úgyhogy valószínűleg akart valamit, de nem voltam nyitott, meg rövid volt az út Kairóig, és akkor kihagytam. Anna írja egyébként, hogy ő mondta először neked, egyébként, hogy te vagy a magyar George Clooney. Tehát mert ő hazudik közülünk a legjobban, ezért mondta így először. Van, de akkor mi történt, hogy ez a fiú hallgatta azt az adást? Igen, Anna már jogdíjat akar szedni, mert ő ezt levédette. Azt mondtam, ő mondta először, hogy te vagy a George Clooney. Ha még egy ember mondja, akkor viszont nem tudom, elmegy a dublőrnek. Hát, én biztatnálok. Hajrá. Na, nézzünk gyorsan egy-két SMS, mielőtt belevágnánk a hírekbe. Bali, 4 hét múlva térjünk vissza, mindent megkóstolsz, amikor a lappangás idő is eltelt. Egyébként igen, köz, közni ki. Igen.
Azt mondja, hogy 4 telefont, 3 fülhallgatót hoztam magammal, hogy le ne maradjak az adásról. Nagyon szeretnék játszani valamit, vigyázzatok magatokra, ez Andis küldte nekünk. Azt mondja, hogy a bantuk csörömpölését állítsátok már le. Ez egy Gyula kérdezi, vagy Gyula írja nekünk. Igen, hát ez a kis alázenénk. Azt mondja, hogy rendesek vagytok, hogy innen is ébresztetek bennünket, becsülünk benneteket, nagyon írja nekünk egy hallgató. Lánchíd tuti 2 kukás autó feltart. Írja csak hogy tud, hogy mi a helyzet. Köszönöm szépen. A Lánchíd. Nem kaptatok még maláriát? Kérdezi valaki. Nem tudunk róla. Nem tudunk róla. Annak van egy lapangási ideje. Így van. Tehát effektíve előfordult az is, hogyha a szélsőségbe gondolkodunk, gyakorlatilag mindannyian maláriások vagyunk már itt a szobában. Az a fertőző, a malária így egymás között? Ha már mindannyian azok vagyunk, akkor mindegy. De ha csak te. Nem. Jó. Meg nekem úgyis gyerek maláriám van. De honnan tudjuk, hogy nem fertőző? Miért van az, akkor mindenkit elkülöntenek, aki hazajön a Szent Lászlóba és maláriás? Mert az ebola, tudod? Ja, erre is kutya a magyar egészségügynek. Ja, hogy elkülönítsék? Így van. Azok külön szobák, az nem azért van, mert ilyen beteg vagy, hanem azért, mert megterjük. Tegnap előtt forgattunk, és mondta a sminkes lány, hogy lázas, és mindezt így 1 centire tőlem, miközben sminket, mondom. Köszi. Egy angol IT-vis csaj, mondom, hát ez nem volt annyira jó hír, mondom, hogy ezt így bement. Ma meg tegnap találkoztam, meg kérdeztem, hogy jobban vagy, mondom, semmi, már sokkal jobban kapott gyógyszer. Mondom, de jó reggel, úgy keltem föl, hogy néztem magam, tudod, hogy érzek valamit. Néha egy-egy valaki, így a stábban így feltűnik, hogy van valami baj, de semmi. Oda megy bele a ruhádba, és azt mondja, help me! Fura volt, mert érzett az óra és a füle. Igen. Na jól van, oké, elkezdjük akkor a reggelt, jó? A szokott módon, ahogy csináltuk mindig is otthonról, lehet jelentkezni játékra. Egészen nyugodtan, ha valaki szeretne itt az első afrikai adásunkban megalázni bennünket, tegye meg, írjon SMS-t. Anna ugyanúgy látja a hallgatókat, természetesen tud velük beszélni, lelket ápolni, hívhatjátok, csöröghettek, nem vagyunk ott, nem látom, hogy mennyit trécsel, úgyhogy most... Hajrá, Anna, nyomjad! Igen, a felügyelet nélkül tud nyugodtan trécselni. Jó, mi meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jövünk a játékkal a hírek után. A hazai rádiózás legextrémebb műsorvezetői most több mint 9000 kilométerre vannak Magyarországtól. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! 9 perc múlva pontosan 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, hello Feri, Bauni, Jani. Hello, Bauni. Hello. Sziasztok. Drága hallgatók. Babutu, léci, nem kell kecske hús, szállított meg, pláne nem, vega vagyok, léci, nem is. Ja, gyerekek, majd erről a szárított húsról beszélünk, hogy mire akadtam, és mit mondtak a hallgatók, amit sikerült megtalálni egyébként, és ennek milyen finom íze van. És Jani egy nagyon jó beszélgetésébe, hogy belerondítottam ezzel a mindenkit körbe kínáltam, akit csak lehet. Na, játszunk, de előtte gyorsan egy-két friss közlekedési ír, hogy mi a helyzet az utakon. Az M1-es autópályán Ausztria felé a Lébényi lehajtónál a híd alatt mérnek a rendőrök. Ezt Ádám küldte nekünk, aztán a 4-es úton a Püspökladányi elágazásnál egy román kamion pótkocsiján a kereke kitört, félig az úton van, a köd miatt óvatosan a balra karanyarodó sávból ki lehet kerülni, vigyázzatok magatokra, afro-magyarok, ezt Ramosz küldte nekünk, köszönjük szépen, és a 152-es kilométernél tejköd van az M3-asom, a 156-osnál pedig a rendőrei figyelik a Pest felé tartókat. Ja, és mind meg fogtok halni. Az, dehogy. Köszönjük szépen. Főleg, hogyha nem figyelünk oda a Nelsprit utakon, erről majd kicsit később majd beszélünk, gyakorlatilag egy egész megszólást tudunk szentelni annak, hogy is mind közlekednek errefele a kedves autók. Igen, van élmény, nem akartunk egyből mindent rázúdítani, ami hallgatóinkra, van élmény. Tehát, hogy este 10 után itt nincs józan sofőr, azért az is érdekes. nagyon. Ami nagy probléma lenne, de igazából nincs, mert hogy józan rendőrség. Igen. Na, jól van, megnézzük, hogy ki az első játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Sziasztok, fiú! Edina, jó reggelt kívánunk neked! Edina, honnan hívsz minket? Salgótarjánból. Salgótarján, gyerek! De szép hely az innen messziről! Hogy hiányzik nekünk ez a Salgótarján? Hogy hiányzik nekünk? És az mekkora lett volna, azt mondja, Johannesburgból. Igen, az nagyon jó külsőről. Mit csinálsz, Edina? Hát éppen most pihenkézek. És vártalak benneteket, hogy tudjak játszani veletek.
Ja, mondtad, hogy Afrika ide, Afrika oda, kit érdekel, te agyonverné minket így a hét elején egyből játékban. Megpróbálom legalábbis. Edina, kivel játszanál? Hát veled, Balázs. Bár mind a hármutokat nagyon díjazom, mert nagyon jó, szuper a műsor, de veled milyen szeretnék játszani. Hát persze. Min ülök most, gyerekek? Szamáron vagy Pónin? Szamáron, és ugye? Nem ülött, nem ülsz, hanem vezeted. Igen? Visszaestem? Mikor fog eljutni arra, hogy fölüljek a lóra? Nem soha. A, nem a lóra, itt legyünk stínszerök, a zebrára fogsz felülni, abban az esetben, hogyha jól megy a játék. Utána pedig magad válsz. Fantasztikus, karcsú, hihetetlen gyors léptű gazella. Igen, láttunk egyébként azt is, Impalát, igen. Mondtam, hogy ennek nézd Impala, mondta, nem, az egy őszt. Ez konkrétan meg. Impala, Impala! Nem, Bali, nem, az egy őszt, és háziasítva van, ne törődj el. És egy kertben mászkált egyébként. Hát. Igen, oda néz, ízé, szürketei, nem, az igen, szürketei. Hogy szökkel, micsoda szarra vagyok, nem, azok egy fának az ágai, csak pont előtte. Mindenre rámentem, mindennek nagyon örültem. Na jó van. Oké, Edina, figyelj akkor, jó? Indulhatunk? Persze. Indulunk. Jó. Jani? 3, 2, 1, fire! Itt vagyok, figyelek, gondolom szeretnék kérdezni, kíváncsi vagy, úgyhogy parancs. Természetesen szeretnék kérdezni. Olvastam egy jó pár évvel ezelőtt egy újságban, hogy létezik neked egy kutyusod, egy francia buldog. Róla szeretnék, hogy ő valósan létezik-e, mi újság van vele? Ő létezett. Átlépett az örök vadászmezőkre. Egyszer csak úgy gondolta, hogy elég a földi lét, és átlépett az örök vadászmezőkre. Kilehelte a lelkét. És nem pótoltad? Háj, de itt a vége. Nem pótoltad. Igen. Pedig azt akartam mondani, és azt mondta, a pokolban találkozunk, kis gazdát. És ott is telepingom majd a szóval. Edina, hát olyan ügyesen kérdeztél pedig. Csak igen. 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 Kimondtad azt a tiltott szót, úgyhogy ez nekem szól. Ez az! Nyergeljétek a zebrát! Adj egy puszit a szamárnak, búcsúzz el tőle! Hozzátok a gnút, nyergeljétek az elefántot, indulunk! Edina, ügyes voltál, csak kimondta. Hogy jött ez a kutya dolog? Hát erről már olyan régen nem beszéltem. Mert nekünk ez már egy jó is van egy kutyusunk, és erre gondoltam, hogy átterem a témát erre. Ja, egy kis francia buldog szintén? Igen. És fekete-fehér ráadásul. Aha, szóval a színre mentél volna. Uh-huh. Igen, imádom az angol buldogokat, a francia buldogokat, minden, ami buldog, imádom, de jelen pillanatban nincs. Edina, puszilunk, köszi a játékod! Én is. Sziasztok, további jó sikert! Ciao! Szia! Hello! Szép, bold, Vali! Gyerekek! Volt Afrikából az beköszöntünk, első pont. Beköszöntünk Afrikából. 8000 kilométer oda, 9000 kilométer vissza. Kerülő megyünk? Miért mondtam? Ja, visszafele, más útvonal van a repjegyen. Gyerekek, benyitott, beköszöntünk, na nem? Na most, bocsánat, hadd kérdezem meg, hogy nem lehet, hogy ebben az országban, sőt, nem ebben az országban, hanem ezen a kontinensen először játszott valaki fekete-fehér, igen, nem? Na, kimegyek, megkérdezem majd a receptet, hogy ismerik ezt a játékot. Hát itt annyira nem korrekt, itt kérdez. Nem arra, hogy ismered a fekete fehér. Ismered a fekete fehér, igen, nem terrasszista állat. Nagyon jó játék, nagyon szeretni fogják az itteni. Valószínű, Jani, ezen a kontinensen először játszották, igen. Nem, mi európaiak vagyunk, barátság állunk hozzá, de megkérdezhetjük, hogy nálunk ez egy játék, ne értsék félre egyébként, nem? Nincs ezzel baj. Egy perc, pontosan 7 óra jönnek újra a legfrissebb hírek, amit drága Ákosunktól várunk közlekedési híreket, hogy mi a helyzet az utakon, mi pedig jövünk a hírek után. És most induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bauni! Magyarország! Morning Show! Élőben Dél-Afrikából! Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! 7 óra múlt 13 perccel. Pauni! Pauni! Drága hallgatóink, ott messze tőlünk, fura így rádiózni, de nagyon szeretjük. Így van, 9000 kilométerről Afrikából jelentkezik. A Morning Show, itt vagyunk hárman, kiegészültünk, Feri megjött tegnap, és a stáb egy része is, úgyhogy tulajdonképpen együtt a brigád, a rádiós brigád. Mindenki megérkezett. Bizony, szállingoztunk szépen,
hogy jöttek a hírek, hogy ti úton vagytok már, mi már arra forgattunk, aztán megérkeztetek, úgyhogy együtt vagyunk. Egy kicsit várni kellett, mert ti intéztétek a repülőtéri transfert, ezt külön köszönjük, ugye egy órácskát ott álltunk még, tehát minden így ment cukin. Szép 9000, az a reptér, gondoltok, legyen időtök szép, végig. Tehát 9000 kilométeren keresztül átszállásokkal érted, mindenféle kicsek, becsek, akármi, így ment minden, majd megérkeztünk Nelspruitba, és nem jött értünk senki. Na, de várjál! Nem jött értünk senki. Viki kicsit ideges lett, mondta, figyelj, jó idő van, üljünk le, kaja van nálad. Kaptam a híreket, ugye, mert a gyártás megintézte, hogy menjenek értetek, és kiderült, hogy a fazon egyébként ott volt, ugye, hát szintén, azt ti nem tudjátok? Nem. De ő ott volt. Ott. Ő bement valahova vásárolni addig, amíg ti ott vártatok. De tehát ő nem akkor jött meg, amikor ti kijöttetek és találkoztatok velem, ő ott volt, csak ő nem látott benneteket. Bement, és elkezdett valami shopba kávézgatni, vásárolni. Ugyanis mi hívtuk az itteni gyártásvezetőt, hogy hol az ember, értetek, és mondta, hogy ott lófrá valahol, ott csak bement valami üzletbe. Ja, ma, én nem idegeskedtem. Valószínűleg azt a gyönyörű piros lakcipőt vette meg, ami rajta volt a lábán, mert nem hiszed, a rövid nadrág, egy póló volt a srácon, és egy piros lakcipő. Ennyi. Érted? De hát figyelj, ami szép, az szép. Tényleg, akkor tudjuk, hogy ki volt a piros, ugye? A piros lakcipős srác. Halál aranyos fiú volt. Igen. Nagyon helyes pekete srác. Valószínűleg ajándékba kapta azt a cipőt az édesanyjától, nem tudom, első áldozásra, érettségére, akármi. Azóta nem nőtt a lába. Minket is ő hozott, és a percekig álltunk, és csodáltuk. Gyönyörű szép volt. Viszont legalább nem volt, nem ért benneteket semmiféle baleset, például nem keveredett el a cuccotok az út során. Ami megtörtént, az egyik kedves táptagunkkal, aki mostanában női ruhákban pompázik. Ebben semmi túlzás nincs. Egyébként konkrétan női pólókban mászkál a táborban, mert valahol Kenyában tartózkodik jelenleg a csomagja, azonosíthatatlan. Már elküldte, hogy milyen színű, milyen méretű, milyen márkájú, de még nem kapta meg a csomagot. Ennél fogva ő most a lányok kedvence, mert öltöztethetik, fésülgethetik, hajasbabaként becézhetik. Nagyon klassz, női bugyik vannak rajta egyébként. Nagyon, azok a kifejezetten élvezi egyébként. Kicsit bevág, de jó lesz egy idő után. És elkezdett már pipiskedni is. És amíg vártatok a buszra, senki nem talált meg benneteket, gyanúsan kinéző ember, hogy felajánl, hogy elvisz benneteket? Senki. Nem volt senki? Senki. Ránk sem néztek, nem voltunk érdekesek a számukra, nem. Figyelj, ez annyira barátságos ez a reptér, tök csönd van. Hát egy fabódé az egész tulajdonképpen. Igen, egy kis nátfedeles fabódé. Na, egy pici. Igen. Mert Vikiék találtak egy nagyon helyes fekete fogatlan embert, aki elmondta, hogy ő nagyon szívesen elviszi őket. Már nem tudja, hogy hova kell, de nagyon szívesen elviszi őket, amit én a lelkére kötöttem, senkihez nem beülni, senkinek nem odaadni a csomagot, már ott a reptéren rájuk piranyáztak egy pillanat, hogy hát akkor őket beviszik majd valahova. Gondold, de hol kötöttek volna ki. Úgyhogy itt ezért nem szabad bármelyik autóba beszállni. Na, azt mondja nekünk Bálint, hogy úgy megy élőben az adás, ahogy régen a Jáksonál volt. Kérlek, bizonyítsátok be, hogy nem, azzal, hogy ezt beolvassátok. Gyanúsan zökkenőmentes az adás. De. Aj, de rossz indulatú feltételezés. Ez abszolút, abszolút életem. Ezt az SMS-t is fölvettük, csak úgy. Nem. Bizony. De egyébként ez a sztori egyébként igaz, hiszen Laci annyi anyagot vett föl előre, hogy egyébként még 2016-ra szólhatna. Ha lenne napilap, akkor egy napilappal fel kéne lépnünk most a Facebookra, hogy ott állunk. Kimegyünk és csinálunk egyet. Na jó, de azzal nem bizonyított, hogy a jelenben vagy. Az bármikor elkészítetted azt a képet. De hogy bizonyított, hogy a jelenben vagy? Itteni, a mai napi dátummal az itteni újságokon is van mai újságot. Az itteni mit van? Nem, miért? Mit gondolsz, hogy előveszünk egy izét, egy nyugatot? Vagy egy izét, egy anyasítom? Nem, van nálad egy, a hónapra előre egy életis irodalom, és ez igen. Kitört a szabadságharc, nézzék, itt van a kezünkben a 12 pont. Nem, kimegyünk, felmagrunk majd egy Nelspruit újságot, és csinálunk egy közös képet vele. Jó? De csak azoknak, akiknek tényleg kell bizonyítani, mert nagyon nincs szükség erre. Akkor Bálint, többiek ne nézzék meg a képet majd. Igen. Gyerekek, tegnap láttam egy boltom, áthúzott ikonok, nem tudom, hogy láttatok, hogy mit nem szabad bevinni a boltba. Itt szembe a vásárlóközpont, babakocsi, fagyi, fölteszük a Facebookra a képet. Usain Bolton? Nem Usain Bolton, egy bevásárlóközpont. Gyere, ülj előre. Fagyi, gyerek, mit tudom én, fényképezőgép, fegyver, áthúzva. Láttátok? Igen, ne legyen nálad, az a biztos. Jó, ha nincs nálad, ne vigyél be fegyvert a ruhaboltba, hát nem kell neked ott fegyverrel vásárolni. Érted? Nem. Nagyon barátságos. Ennyi, tegyétek létre a lügereket, itt a Heckler kokokat, itt pedig a berettákat. És volt egy ilyen kis szoba is, ha mégis lenne nálad, és be akarnál menni, akkor leteszed? Hát akkor szépen le tudod tenni, kapsz egy sorszámot, hogy tiéd a 26-os Beretta. A ruhatár, tudod, aztán visszaadod a kis tikertet, és akkor kikeresik neked. Igen, valahol itt volt egy magnum. Igen, tessék, parancsolja. Igen, úgyhogy érdekes. Mr. Rákóczi. Igen. Na, nézzük gyorsan a közlekedési híreket, mi a helyzet az utakon, Köki környéken történt valami. Mert Lőrinc felől minden környező út be van állva, ez Bali küldte nekünk. Aztán
azt mondja, hogy hatalmas dugó van valahol Kőbányán. 86-os répcelak vasúti átkelés átépítés alatt hosszú sor felváltva engedik a forgalmat. Ezt is SMS-ben kaptuk, valamint az M1-es autópályán Ausztria felé a Lébényi lehajtónál a híd alatt mérnek a rendőrök. Ezt Ádám küldte nekünk. Hány óra van nálatok, kérdezi kopasz úr? Annyi, mint nálatok? Abszolút. Annyi, mint Budapesten, mint nálatok, mint Magyarországon. 7 óra múlt jelen pillanatban éppen 19 perccel, és az időjárásban van némi különbség, mert hol jövő hétre már, illetve már hétfő van. Ugye erre a hét közepére már 37 fokot mondanak. Itt most jelen pillanatban felős az ég, pálmafákat látunk, a kinézünk, tehát szörnyű dolgunk van egyébként, a hátsó kertre néz a mi kis ablakunk, de az idő eltolódás az jelen pillanatban nincs. Amikor majd Magyarországon állítotok, akkor leszünk mi egy óra pluszban, mert hogy itt nem állítanak, nekik van eszük. Igen. Hát itt hova? Minek? Minek? Hova? Igazából. És ugyanúgy egyébként fél hatkor, vagy várom, mert hatkor ül, ugyanúgy besötétedik, amikor már ugye nem annyira jó kimenni az utcára. Így van, de ezt még megpróbáltuk. 30 és 5.45, amikor nálunk például fél 6 és 3.46. Egészen pontosan. Voltunk egyet edzeni Anival az első nap, amikor még elég sok időnk volt, mert felfedeztünk egy edzőtermet. Az, hogy milyen, az arról röviden lehet, csak fantasztikus egyébként az edzőterem. De nem hiszed el. Jövünk ez ki. Egy vidéki kisváros, és igen. Az edzőterem az bármilyen budapesti, nagyon komoly edzőteremmel szemben megállja a helyét. Jövünk ki az edzőteremből, mondom, na Jani, ez most izgalmas lesz. Olyan sötétség. Elmegyünk lakóparkok mellett. Az összes lakóparknál őrök, szöges drót, kerítés. Tehát hihetetlen. Kocsi behajtó milyen a lakóparkba? Kocsi behajtó állnak a kis fogacskák fölfelé, hogy senki olyan ne tudjon kimenni gyorsan, aki rabolt, vagy bemenni, aki rabolna szeretne. Mindenhol őrök a lakóparkok, szöges dróttal elválasztva egyébként ugye a külvilágtól, tehát ott élnek bent a milliómosok, kint meg ugye a szegények, tényleg elképesztő a kontraszt. Mondom, Jani, ez most egy hosszú út lesz, mondom, figyelj a hátad mögé, meg előre, meg hátra, meg ketten vagyunk. Állítólag úgy jönnek egyébként, hogy nagyon barátságosan közelítenek. És jön az egyik, aki azt mondja, hogy hi, how are you, de hova mész, stb. Majd megjelenik a másik hátulról, de még mindig nagyon barátságosak, és az egész barátságos beszélgetésből elindul egy ilyen egyre agresszívabb, mi van nálad, adjál oda minden, úgyhogy a végére már 4-5-en vannak körülötted, amit egyébként megtapasztaltunk egy vásárlásnál, hogy hirtelen elkezdenek gyűlni, ha valahol kiszállsz és pénz van nálad. Mit nagyon érdekel, Janit? Nem, én az a baj, hogy igazából nem állok meg hozzám, hiába jönnek oda, mert annyit mondok, hogy, no English, I am Hungarian, tourist, bye, és megyek tovább, Balázs az, aki mindig leáll. Ha! Egy gyerekek, én mindenkivel. Én hiszek a mosoly erejében. Na mindegy, menjünk, mondja Jani, semmi baj, felkészültem, leveszi a hátizsákját, és elővesz egy gásprét. Azt behoztad? Rohadtul, persze. Hát én nem bockodok. És határon nem volt ez, hogy ez nem mi magánál? Nem volt a nagybőribe. Nagybőribe berakta a gáspirét, jövünk a gyúróteremből, én ott bockodtam egy fél órát a gépeken, Jani halálosan komolyan leedzett. Jó, semmi baj. Egy olyan kicsit levegőre fújtam. Csak az ízekedvéért. Érted. Beleszagoltál innek. A hazai se levegő. Semmit. Kicsit beleszippantottunk, hogy jó, ez még működik. Valóban 5001-es, mondta, hogy Bali, semmi baj, itt a gásprém. Hát mondom, óriási. És csak ide van, itt baj nem lehet. Balkész pajzs, jobbkész Victorinox. És mentünk vissza a szállodába, gásprével a kezünkben. Egyébként nem volt veszélyes, nem jönnek, nem ezen a környéken jönnek. De figyelni kell. Tehát például a lányok este, azt külön elmondták a stábban, hogy mindenkinek, a lányok este ne nagyon bandukoljanak már sehova. Ezért megmondtuk nekik a szobaszámot. Biztonságban legyenek, érted? Úgyhogy ez nem túlságos, ha jó, ha egyedül mennek, de napközben egyébként lehet sétálni, jönni, menni. Nagyon nem jó, ha este egyedül mész. De nem is menjünk egyedül sehova egyébként. Bár te is a Gáspréd, illetve mindig ketten vannak. Te is a Majré, meg a Gáspréd, mindig hárman vagytok. Annyi van csak, hogy egyébként most néztem, 6 héten belül le fog járni a garanciáját, a szavatosság, ugye ki kell fújni majd valakire. Nem azért vettem meg, hogy semmi értelme ne legyen. Igen. Nagyon érdekes, hogy majd még mesélünk róla, igen. Na, viszont kezdjük az első témánkat, mert hogy ahogy ígértük, természetesen ugyanúgy, mint a Pesten lennénk, témáink is lesznek. Készülünk egy csomó mindennel. Többek között például 8 óra után hívjuk a mi Szújó Macinkat, hogy elmondja, hogy mi a helyzet. Most mi még úgy szerveztük, hogy az átigazolásokról meséljen majd, mert ugye Alonso lehet, hogy csapat nélkül marad, Vettel úgy néz ki, hogy megy a Ferrari-ba, tehát ugye felbojdult az átigazolási piac. Viszont közben nagyon komoly baleset is történt a hétvégén. Úgyhogy Szújó Maci mesél majd nekünk erről a körülményekről, illetve az átigazolásról, többek között arról, hogy Alonso lehet, hogy csapat nélkül marad. Bár ő még mindig azt hangoztatja, hogy oda megy és akkor versenyzik, amikor akar. Aha. A Red Bull nem akarja, a Ferrari-nál pedig úgy néz ki, hogy ugye nem kell. Menekülési útvonalak azért még mindig ott van neki a zengő team. Tényleg, tudnék képzelni, hogy egy Mihelis Norvi. Fotó, közös fotó új csapattársammal. Fernando Alonso VTCC-t.
Na, szóval ez lesz majd 8 óra után. Viszont amivel most foglalkozunk, az kicsit romantikus, és annak szeretnénk utána járni, hogy egyáltalán divatban van ez még, amiről mi beszélünk. Csinálnak-e még ilyet a férfiak, nőknek lehet-e, vagy ez csak a férfiaknak lehet? És egyáltalán tényleg van-e még valaki a Földön, aki csinálja? Ugyanis egy kínai fiú érzelmei kinyilatkoztatására egy meglehetősen furcsa módot választott. Az egyik shanghai gyár előtti téren ugyanis rácsimpaszkodott szerelme combjára, és nem engedte el. Hosszú-hosszú métereken keresztül a fiú csimpaszkodott a lánynak a combján, a lány próbált menni, nem tudom, hogy miért nem állt meg egyébként, és így próbált ez a shanghai srác szerelmet vallani neki. Elmondani az érzéseit, aha, és elmondani, hogy mennyire szereti ezt a lányt. De akkor jó sejtem, hogy ők nem nagyon jártak, ugye? Ők valószínűleg nem jártak. Vagy már egyszer szakítottak, és a fiú miatt. A lány reakciójából. Igen, igen. Szóval, hogy érdekes a dolog, állítólagosan ez a fiú itt a shanghai gyárban egy szerelmi vallomásnak szánta ezt az egészet, és azért csinálta, hogy elmondja ennek a lánynak, hogy ő mennyire szereti, és azt nem tudom, mert arról nem szól a hír, hogy hozzámenne-e, megkérdezte a srác, minden esetre így szerette volna elmondani az érzéseit. És ez egy érdekes dolog, mert szerintem ez kezd kihalni, nem? Ja, már ez a fajta érdeklődés. Én mondjuk így jöttem össze Mónival. Amíg én láttam, fura volt a reptéren, és ott vonszolt magad után, húztad, mondom, szállj már, a lábadra. Menj már el Afrikába, a rohadt élet. Fura volt, mondom, Jani, gyere már, csekkolj már, és te csak fogtad a combját, csak zokogtál, makogva. Nem értettem, igen, hogy ez most milyen érzelem kinyilvánítás. Nem, én a szerelemnek a bevallására, vagy a szerelem vallás, hogy mondják ezt jobb szóval? Szerelmi vallomás. Szerelmi vallomás, hogy ez még létezik? Ezt még csinálják férfiak, csinálják nők, hogy letérdelnek a nagyő elé, és elmondják, hogy így szeretlek, legyél a feleségem, megkérik a kezét, vagy csak egyszerűen elmondják az érzéseiket? Van még ilyen? De most a cikkére vagy kíváncsi, vagy a rendesre, mert ez szerintem... Ez nyilván nyomorúság. Tehát ez már nyomorúságos volt. Én nagyon hiszek abban a világban, hogy ez még működik, létezik, ugyanakkor meg minden ez ellen beszél. Tehát, hogy már a nőknek erre nincs igénye, a férfiaknak meg nincs hozzá se bátorsága, se kedve, hogy így kérjék meg. Szerintem az marha jó, pár évvel ezelőtt volt egy óriási nagy ilyen épülethálló, amit megvett valaki, ugye felújított épületeknél szoktak húzni egy ilyen nagy hálót, hogy ne essen ki a, mit tudom én, a vakolat, és akkor azt valaki megvette, és egy óriás képet tett föl a leendőjéről, a nőről, és azt mondta, hogy kedves, nem tudom már, hogy hívek, gyere hozzám, igen, szeretlek. Aztán kiderült, hogy mindig valami cég van mögöttem, emlékszel? Ja, igen. Oh, akkor csak én szívtam meg. Ezt nagyon jó benyomtam, de ezért csak 89%-ában kiderült, hogy egy cég van mögöttem. Sőt, arról a budapesti plakától is kiderült, amikor a fiú vagy a lány kirúgta, és akkor egy ország drukkolt neki, hogy vissza tudja szerezni, hogy bocsáss meg nekem, Terka, Erka, emlékeztek igen, arra? Igen. Az Erzsébet téren volt. Nem mondott, hogy az is kamu volt. Az is kamu volt. Az a bocsáss meg nekem, Erka, szeretlek és engedj vissza, és egy ország drukkolt, hogy a srác meg az a lány az béküljön ki. Aha. És kideürült egyébként, hogy ez egy automárkához tartozó ilyen teaser kampány volt. Akkor a rohadékság, én akkor kezdtem el egy picit megint romantikussá válni. Akkor kezdtem el hinni meg itt a szerelem erejében, amikor azt láttam. Az egy konkrétan egy automárka volt. Nem baj, bennünk a szerelmet hozta elő, látod? Ez is jó. Így van. És legalább senki nem esett ki az ablakon, ablaktisztítás közben a hálós felület miatt. Hát én vagyok már csak ennyire kiégett, hogy milyen nagy hirdetés mögött azt várom, hogy melyik cég bukkan elő. Látod, mi meg a szerelemben hiszünk, ennyi. Na jó, tessék, nézzük meg konkrétan. Ki az, aki az elmúlt egy évben levallotta végre, hogy a 20 éve meglévő kedvesét szereti. Spontán letérdelt valahol egy metróban, egy szigeten, a Margit szigeten, trolibuszon, úton, otthon, fürdőkádban, nem hozott gyűrűt, meg nem akarta újraegyezni, vagy elvenni, csak azt mondta, hogy nagyon szeretlek, te vagy az életem szerelme, jól döntöttem, hogy hozzád mentem, mint tudom, csókolj meg. Hé, de ezt nem elég egyszer az elején elmondani? Na, ezért kérdezem, hogy ez divatban van-e még, ugye? Miért kéne egy éven belül, egyszer megcsinálod, nem? Érkek, nem biztos, hogy a feleségem örülni fog neki, de velem ez megtörtént. Igaz, hogy ő nem volt ott? Igen, sajnos éppen a gyerekkel volt, akkor éppen a körzeti orvosnál is magáért összeszedett. Gyerek nem, így van. Abszolút, hát én is azt gondolom egyébként, hogy a hosszú kapcsolat titka, hogy sűrűn el kell járni vacsorázni. Mi is így gondoljuk a Vikivel, a Viki kedden megyen csütörtök. Na, szóval, hogy akkor neked nem volt, téged kipipálhatunk. Mert bevallom, az elmúlt egy évben nekem se, tehát pont erre akarok kiukadni, hogy gyerekek, férfiak félnek, ezt pedig egy nőnek nem kell több, mint hogy egyszer csak letérdelsz, odaállsz és szerelmet vallasz. Hát ez miért nincs, miért nem csinálj? De tehát, hogy viszel virágot és azt mondod, hogy szeretlek, ez így él. Ez pici csumpi, hát egy csumpi? Kicsit... Igen, szeretlek, ez na, tedd vízbe, mert elhervad.
Egy ilyen igazén, megköszönöd neki, letérdelsz, és mindenféle apropó, vagy Valentinnap, vagy az ilyen negyedes dolgok nélkül, egyszerűen csak elmondod az érzéseidet. Hát figyelj! Átadod a virágot, megpuszilod, és azt mondod, hogy ezt csak most ugye el akartad mondani. Csinál még ilyet valaki? De mekkora hiba, hogy nem? A ráutaló magatartás az nem elég? Mi hát, ha úgy megyek... neki attól futból, vagy hát mire? Nem, hanem így frissen lezuhanyozva bemegyek a szobába, és várom az ütegparancsnoknak az utasítását, mert láthatja rajtam már, hogy tűzkész vagy. Igen, mondod a kis marsalabotodnak, hogy ébreszt. Admirális. A kis roham lövegen. Szerintem ez ugyanaz, mint a virágvívés. Igaz, hogy van. Ez tök ugyanaz szerintem. Nálunk ez a romantika. Mi történik? Tényleg az SMS-ek világában élünk, 160 karakterben mindenki leírja, hogy szeretlek. Kapsz egy gépi üzenetet, jelez a telefonod, elolvasod, szeretlek. Tök jó, az is jó. De az igazi, hagyományos, odaállok, és ezt nők is átgondolhatják, hogy csináltak, mert nekünk legalább annyira jól esik, nem? Most miért csak nekünk csinálják? Most ha őt érd erre, az nagy. Bárhogy nem úgy, jaj! Kicsi, minek ez a virág? De hát a gondolod itt az előszobában. Szóval, hogy igen, hogy nők is letérdelnek el most a szó jó értelmében, értem. Ugye, na tessék, te az elmúlt egy évben csak így spontán... Térdre nem hullottam. És egy virág, egy nagy vallomás, egy hosszú mondat. Még szerenádot is adtam neki. Ne, kamizzámmal. Esküszöm. De annyira be voltál nyomva? Nagyon csúnyán. Hajnali 4-kor értem haza. Hazafelé. Nem, ilyenkor azt szoktam, hogy szeretlek én, jöjj vissza hozzád. Kussolj már, Feri. Ez van, és kiszólt a szomszéd, te barom, el sem ment. De mi volt a szerenet? Kiment egy kis marsala, rádolta a gitárt, és... Szeretlek rózsát, gyere vissza! Szóval itt tartunk, te részegen, te nem, én se, maximum SMS-ben, vagy este, amikor kis kifli, nagy kifli, akkor megy a dünnyögés, ugye? Kis kifli, nagy kifli, bemegy, megy a dünnyögés. Az jó. Bocsát, az nem ér. Az nem tartozik. Azt mondom, hogy te nem, én kis kifli, nagy kifli, te részegen. Az állapítsuk akkor meg. Akkor őszinte az ember. Az igaz. Csak szóltak még, Feri, az nem a terkéje, menj már arra. Aranyos vagy, de én Zoli vagyok. Aranyos vagy, egy kettő háztömbben arrébb laksz, hallod? Szóval, hogy ez a kis kifli, ez nálunk is megvolt, sőt, én két kiflit is produkáltam, egy töltöttet, az egy pozsonyi jellegű volt az elején, és utána pedig egy üres. De a kis kifli, nagy kifli, a bújtok este, ugye, az a kis kifli, nagy kifli, és akkor megy, én is szeretlek, jó, aludj már, miért nem, azt mondja, zselzsibbattam. Ha megy már az is ágyodban, meg korán kellett. Igen, szóval ez megy, de akkor megállapíthatjuk, hogy tulajdonképpen oké, hogy ciki a kínai srác, de mégis legalább felvállalta, és a férfiak idő után a kapcsolatban azt gondolják, hogy egy nő ennek már nem örül, meg úgy is tudja, a nő meg mit mond, gondolkozunk női fejjel, de jó lenne, ha mondaná, milyen jól esne, miért nem mondja többet. Tehát van egy ellenállás, illetve egy elvárás, nem? De így van, de az elején romantikusak voltunk, te is, nem? Az elején nagyon. Na. De kihal a férfiakból egy idő után, pedig a nőnek egyébként folyamatosan igénye lenne rá, és nem értem, hogy miért nem mondják a férfiak. Miért vesszük azt kész tényként, hogy ott van velünk minden nap? Ha milyen jó lenne megerősíteni a nőket ebben, és nem tart sokáig. Mondasz egy mondatot. Akkor azt mondod, hogy a közös lakcímkártya nem elég? Nem, hogy lerakod elé minden esetben. Nem, hát nézd kicsit. Egy helyen lakunk. Igen, bejelentettelek. Aha, na. Közös tulajdon. Ugye, hogy így van, hogy kihalt a dolog? És ki miatt halt ki, a nők miatt, vagy mi miattunk? Mert hogy ugye... Szerintem miattunk. Na oké, de valami miatt nem mondod ezt már. Nem? Mert késztényként veszed, hogy ezt hogy ő együtt is tudja. Éltek, és akkor minden rendben van. Még picit így zavarba jön tőle az ember, nem? Tehát, na, hogy gyere, gyakoroljunk, mondd a szemembe, hogy szeretsz. Várjál, ne, inkább mesztelődj a ballábadat, és belekapaszkodj. Na, tessék, Mónika vagyok, jó? Most nézzük meg, hogy csinálnál, tényleg, Mónika vagyok. Anya, még van egy tiszta pengém, húzd már az arcomat, Meri. Tessék, Mónika vagyok, spontán szerelem vallás. Mónika meglep azzal, hogy kijön ide hozzád mondjuk két hét után, megoldja a virágot, vesz egy repülőt és megjelenik. Tessék. Szia! A Mónika, mintha nem így beszélni. Jó, de mi tudjátok. Szia, apácska! Na? Anya, te vagy az? Valljál szerelmet! Hát, mondd el, amit érzel. Aha. Tessék, megjelenek. Itt vagyok. Nem kell letérdelni. Egy mondat. Egy ölelésnél szerintem minden, semmi sem mond el többet. Na látod? Nem jön a mondat. Így van. Tessék. Nem mondaná neki semmit, ha megjelenne itt a életed semmi? Párja. Jó helyen parkol? Te itt. Ugye, hogy nem, ugye, hogy a férfiak azt gondolják, hogy az érzelmek kinyilvánítása túlságosan szentimentális. Közben a nők meg pont elvárnák. Emiatt van a zavar a kapcsolat. Na de most mit mondanál? Ja, te neked itt van, nem érdekes. Tessék! Most mit csinál? Jó, itt van.
béka vagyok. Ő nem így beszél, én beszélek így. Béka azért nem így beszél. Oké, jó, én nem tudom, béka hangját nem is. Béka vagyok. Egy nagyon jó, ő az. Jó, erre felé mit kérdezel? Monika, te mit keresztél? Miért mondod, hogy béka vagy? Utána hoztam a húskloffolódat. És a Serrano sonka vágódat. Tessék, igaz, itt vagyok. Most igaz szerelmem is, le kéne térdeljek. Nem csak, hogy mi jön. Első egy mondat, tessék. Egy valahogy megörülsz nekem, hogy itt belépek a szállodába békaként. Prek, prek. Pálinkát hoztál? Hát ezzel van a baj. Ezzel van a baj. De nem, én oda rohannék, és szájon csókolnálak. Most is az csak ő, köztünk az van az asztal. És ő léci, vagy le a blendevédőt, hogy erről a fotó is legyen. Fontos, hogy ne lánykérést írjatok minket, most nem a lánykérés nem. érdekel meg, nem az, amikor elmondtad, hogy szeretnél hozzám menni, nem, amikor hogy csinálják-e még a férfiak, de nők is írjanak, hogy rendszeresen bevallják az érzéseiket hogy a másiknak. Oda mennek és elmondják, hogy írjanak nők tényleg, akik mondjuk 5 éven nem hallották ezt a párjuktól, és mi a maximum, ami kicsikarható az emberből, azt mondja, hogy szeretsz, hagyjál már, miért kérdezed. Tehát olyan nők is írjanak, akik mondjuk 5 éve ezt nem kapják meg. Érzelem kinyilvánításról beszélünk, vallomásról, nem lánykérésről. És azok a nők is tényleg írjanak, akik mondjuk ezt hiányolják, írják meg, hogy milyen formában kapják ezt meg. Uh-huh. Mit mond a párja, aki nem hajlandó mondjuk az érzéseiről egy szónál többet beszélni? Gáz, villany, lejelentve, meg van főzve, gyerek elsubaszva, imádlak. Na, imádlak, már nincsenek a végén. Jó, úgyhogy várjuk az SMS-eket, de fontos, hogy ne lánykérések. Jöjjenek SMS számunk 06-70-645-000, jövünk a hírek után. Morning Show. Másfél hónapon keresztül élőben Dél-Afrikából. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. 3:48 pontosan Budapesten, Magyarországon és itt Dél-Afrikában is. Hello, Jani, Bauni, Feri! Hello, Bauni! Mit mondott a pákó? Ezt már mind az új barátomtól találtam, tanultam, akivel fenn vagyok a Facebookon. Nagyon jó, és Jani is megtanult egy-két nyelvet. Tudunk például beszélgetni, így hangzik, hogy Jani, adsz egy kis zabot? Ezt nem fordítom, ezt értettem, de nem fordítom. Ez busmanul volt, tehát összecsengedik különböző szavakát. Ott van ugye az Alpine márka, amit egyébként, ha olvasol, és mi annak idén olvasva mondtuk ki gyerekkorunkban, akkor bizony volt előre félreértés, uh-huh. és egy nagy pofon. Igen, ez na otthon. Itt vagyunk. Kicsit fura, hogy fürdőszoba van a stúdióban, és Jani mezitláb van, ehhez azért még hozzá kell szoknom, de minden esetre érdekes a dolog. Gyerekek, az döbbenet egyébként, hogy úgy rádiózunk, mint otthon lennénk, nem? Tehát ahogy szól az egész, hihetetlen. Teljes eredben van az egész. Igen. De 9000 kilométer kis túlzással. Hát csak mondom, hogy ott gőzölög melletted a jó kis hazai zabunk. Hát természetesen azt is hoztam magunkkal. Azt mondja, hogy van magyar zabunk, van nekünk magyar asszalgyümölcsünk, van magyar narancsból készült a magyar narancslekvárunk. Nagyon kell. Az a híres magyar narancsrác. Az nagyon-nagyon, igen. Na, mi pedig ugye egyfajta ilyen kis kutatást tartunk itt a Morning Show-ban, mert hogy egy kínai srác az érzelmei kinyilatkoztatására egy igen érdekes utat választott, miszerint egy gyár előtti téren rácsimpaszkodott szerelmet combjára, és nem engedte el, így szerette volna neki elmondani, hogy mennyire szereti. Mi pedig arról beszélgettünk itt a Morning Show-ban, hogy vajon divatban van-e még az, hogy a férfiak mindenféle apropó nélkül, nem lánykérés, nem évforduló, nem a dögunalmas Valentin, amikor mindenki nagyon romantikus, hanem csak úgy teljesen spontán elmondják-e azt az ő párjuknak, hogy szeretlek, szerelmes vagyok, virágot visznek, és elmondják az érzéseiket. És hát nők százai írnak nekünk, hogy több éve vannak együtt a párjukkal, egyszer hallották az elején, azóta senki. De vannak azért romantikusabb hangvételű SMS-ek is. Na, csak néhány. Nem állunk túl jól. Nem állunk túl jól. Nem vagyunk romcsik. Nem vagyunk túl romantikusak, mi férfiak, legalábbis a nők szerint mi ezt kevésszer mondjuk. Azt mondja, hogy nézem. Egy vicc az nem, azt nem olvasom. Én a barátnőmet már sok mindennel meglettem. Szülinap, főztem neki, és olyan is volt, hogy ágyba vittem a reggelit. Együtt vagyunk 5 éve, és még a mai napig is megkérdő, hogy szeretem-e. Szerintetek mivel bizonyítsam még neki, hogy szeretem, kérdezi Robi. Hát itt egy lányról van szó, akinek ez nem elég, ugye? De nem kell bizonyítani, szerintem ő azért kérdezi pont, hogy ezt életben tartsa, amit te adsz neki, hogy reggelit viszel az ágyba, hogy mondod neki, hogy szeretem. Igen. Mert egy csomó olyan SMS is van, hogy egyszer mondtam neki, hogy szeretlek, vittem virágot, és azonnal azt kérdeztem meg, hogy mi van, baj van, már nem szeretsz? Aha. Érted, hogy igen. Vagy hogy na mi van, megcsaltál, akkor hát. Azért? Hát figyelj, lehet, hogy azért visz neki reggelit az ágyba, hogy ne menjen ki a konyhába. Van valaki. Igen.
Lacival lassan 7 hónapja vagyunk együtt, és még soha nem mondtuk ki, hogy szeretjük egymást, vagy nem, bármilyen érzelem közöttünk, erről még nem beszéltünk. Bármikor felhozom, tereli a témát, pedig érzem, tudom, hogy szeret, nem tudom, hogy meddig lesz türelmem, puszi nektek, így a Henny. De akkor te sem mondtad Henny, még a Lacinak, ugye? Ő sem mondta, igen. Aha. Ezek szerint csak én vagyok régi módi, írja egy hallgató, én a mai napig minden nap megdicsérem a sminkjét, és szerelmet valok az én drágámnak, 1-2 hetet egy szál virággal is meglepem. 3 gyönyörű gyermekünk van, szeptember 11-én voltunk 15 éve együtt. Ez szép. István küldtenek. Ez szép. Azt mondja, hogy párom nagyon zárkozott, nem sokszor val szerelmet, de pár hónapja úgy jött haza, hogy egy csokor rózsa volt a kezében, amit egy kapuajban szedett. Átadta és azt mondta, csak azért hozta, mert mikor meglátta, rám gondolt, és nagyon szeret. Sírva fakadt örömömben. Na, azért itt vannak. Igen. Főleg Marika néni, aki a rózsa volt. Hát ő mérges lehet, hogy egyébként ellopták. Egyébként jut eszembe, mi is Balázsom, mert lassan 15 éve vagyunk együtt, de még egyszer se dicsérte meg a sminkemet. Te viszont annál többször az enyém. De jól nézett ki, Bali. 6 éve vagyunk együtt a férjemmel, csak egyszer hallottam tőle, hogy szeretlek, akkor is azt hitte, hogy alszom. De 2 havonta hoz egy szár rózsát, ezzel éreztette, hogy mit érez. Az milyen, amikor azt hitte, hogy alszik az asszony. Ah, szeretlek kicsit. Mit mondtál? Semmit. Ja, semmit. Kinyitom az ablakot, jó, húzatom. Igen. A virágot vagy csokit viszek a barátnőmnek, mindig azt kérdezi, már megint rossz a lelkiismeretet, talán becsajoztál? Tipikus, írja Zoli. Igen. Tehát a nőknek se könnyű azért, mármint ugye a nőnek szerelmet vallani. Igen. 9 éve vagyunk együtt, még soha nem mondta ki, hogy szeret. A nyáron összeházasodtunk. Na, ez fura. Ez fura. Még az esküvőnél sem. Még a lánykérésnél ott nem azt kell mondani, hogy szeretlek, ott azt kell mondani, hogy igen. Ja, ez is igaz. Tehát egy rövidített formája, de az is valahol. Minek mondja, hogy szeretlek? Végül is miért állnál az ember a oltár el egy olyan nővel, akit nem szeret, nem? Na, igen. Hát tök logikus. Uh-huh. Azt mondja, hogy 10 éve nem mondja a férjem, hogy szeret. 16 éves házasok vagyunk, 8 éve van szerető. Hát akkor igen, ja, az egy kicsit elszaladt. Azt a mindenit. Ha spontán szerelmet vallanék és virágot vinnék, nem tudnám elhitetni vele, hogy nem csináltam semmi rosszat. De ez kifogása arra, hogy az ember nem víz. Úgyis azt gondolja, hogy csináltam valami rosszat. Nem? Tehát ezt egyszer meg kell próbálni. Igen, nem mondom neki, hogy szeret, hát ha még félreérti. Igen, de egyszer azért meg kell próbálni. Az én páromról akkor tudom, hogy ivott, amikor elkezd erősen érzelgős lenni, és olykor mondja el igazán, hogy mennyire szermett. Ezt Orsi mondja. Nekünk van egy hallgatónk is, halló, jó reggel! Jó reggel, fiúk, én a messzi távolba. Hello, Bálint, jó reggel. Bálint, merre vagy? Budapest, 22. kerület. Budapest. Ah, milyen lehet ott élni? Hát 12 fok van, hűvös. 12 fokban is hűvös. Jó. Na. Na hát, csak annyit, hogy mi múlt héten sétálgattunk a nagyboltba. Malária. Igen? Amikor is, kézzel fogva csak úgy sétálgattunk. Én egyszer csak így a semmiből tényleg magam elé húztam a kislányt. Letérdeltem. És hogyha annyival alacsonyabb, mint én, hogyha Várja, letérdeltél, vagy letérdeltetted? Nem, őtél, Bálintél. Magamhoz húztam a kislányt. Igen, letérdeltél, és? És akkor olyan magas, hogy én nekem a fejem ugye úgy hát egy kicsi magasságban van tökéletesen, úgyhogy így magamhoz ölelgettem, és kérdeztem, hogy hülye vagy? Mondta, hogy hát nem, csak szerelmet vallanék. De szerintem, nem tudom, gyors váltás, minden nap egy kicsit tenni kéne azért a lányra, akivel együtt vagyunk. Én 23 éve ismerem őt, egy éve a feleségem, és az, hogy ha van egy nem kapkodtad el. Nem, vártál. 22 évig. Vártál egy keveset, igen. Igen, de az, hogyha ha van egy kis pénz a zsebemben, és megyek hazafele, ugye hát, mert szűnyen hangzik, de tényleg mindig rágondolok, és elmegyek egy virágos mellett, akkor igazából nem tudok elmenni egy virágos mellett se, hogy ne vegyek legalább 100 virágot. Szerintem ez nem olyan nagy tett, amit a fiúknak tudnak megtenni. Bálint, hát ez gyönyörűen hangzik, komolyan mondom. És mi történt ott a bevásárlóközpont közepén? Meddig térdeltél? Hát amíg azt nem mondta, hogy álljak már fel, mert mindenki minket néz. Na, itt van ez a mondat, ami nem tetszik kivé neked a szerelem vallást. Nem, érted? Mert tehát, hogy állj már föl, mindenki minket néz. És nem, akkor vége, igazából... többet nem akarsz oda térdelni, többet nem akarsz virágot vinni. Nem tudom, én úgy gondolom, hogy egy éve összeházasodtunk, úgyhogy egy éve igazából engem az sem érdekel, hogy hátul elaludtam a hajamat, mert úgymond nem akarok én senkinek megfelelni, csak neki. Tehát engem kupon, már bocsánat, engem nagyon nem érdekel, hogyha az egész áruház minket nézni közben én térdelek előtte, és azt hiszem, hogy hülye vagyok. Igen, de őt nem szimpatikus. A lényeg, hogy én mosolyog, mert szerintem jó kapcsolat egyik nagy alapja, hogy ha ma jól érzi magát velem, akkor holnap is felhív, hogy mi van.
Tehát, ez tök messze, szimpatikus, így van. Igen. Hogy te nem érzed magad kellemetlenül, miközben nagyon. Miközben neki ez az egész nagyon kellemetlen. Igen. De, jól van, Bálint, oké. Ez a fűszer is benne, hogy ő érzi magát kellemetlenül. Én meg ott érdelek. Persze, papucs. Jól van, köszi, ciao. Vigyázz magadra, hello. Szia. Ciao. Na, de egyébként jó, jönnek SMS-ek, olyan sokan írnak, hogy elkeseredettek, mert hogy a párjuk egyáltalán nem mondja, de azért vannak férfiak, akik mondják. Figyelj, nincs nagy baj. Tehát, hogyha nem ilyen régi módon, mondjuk egy szál virággal közlöd, vallod az érzésedet nap, mint nap, hanem mondjuk másfél figyelmességgel, mert azért én sem tudok úgy hazavenni, hogy ne vinnék neki valamit, egy felmosó fejet, egy mosogató szivacsot. Mindig van valami. Igen, láttam abszolút a múltkor, és tényleg szépen be volt csomagos, kérdeztem, mi az, és mondtad, hogy egy akciós Fregulia Mónika születésnapjára. A dörüljön az a drága asszony. Mi az a nagy csomag a hónod alatt, Jani? Hát olyan, és ahogy kicsi cipelted. Kicsi szíme, várjál picit, én ére fordítom, na itt vagy két, na látod ugye, hogy igen, na jó van. Oké, jó, megállapíthatjuk, hogy azért olyan nagy baj nincs, sok nő vágy erre, talán egy kicsit a férfiaknak többször kell mondani, de hál' Isten vannak még olyan, talán lehet mondani ódivatú férfiak, ami nem is annyira ódivatúnak számít, csak egyszerűen régi módi, sajnos, akik még mondják, és hogy ez a jó irány. Mi pedig játsszunk már is Óven bácsival és Beru nénivel. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint údolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Valaki az egész belenyit vett le. Írjunk a témához, mi? És mégis mennyi egy SMS Afrikából? Smiley helyen lejött, úgyhogy értjük a humort, igen. Azt nem mondtuk, hogy afrikai SMS számunk van, és 400 forintért írogatok nekünk, bocsánat, ezt elfelejtettük mondani. Na, ez poénból. Igen, ez poénból. Tényleg, ne nyaljatok be mindent, amit mondunk. Ugyanaz az SMS számunk. Az SMS a falukról, és csak néhány közlekedési információ. Sima, egyszerű 70-es SMS számunk van, úgyhogy oda kell nyílni. Anna írja, hogy nagyon sok lovaggal beszélt, vagy nagyon jól teljesítenek a férfiak, vagy nagyon jól hazudnak. Mert hogy mindenki állítólagosan fölhívta, hogy tegye adásba Anna, hogy ő mennyire romantikus. Halló, jó reggel! Halló, jó reggel! Sziasztok, fiúk! Hello, Trixi? Igen, Trixi Ausztriából. Egy Ausztria, Dél-Afrika összekapcsolódás. Másik kontinens. Hihetetlen, nem nemzetköziek vagyunk. Mit csinálsz te Ausztriában? Éppen dolgozni indulok. Kenguruk földje, szeretem. Hihetetlen. Nem Ausztrália, Ausztria. Hát az a kenguruk földje itt nálunk. Aha, igen, jó, hogy értetted. Mit csinálsz, dolgozol pincérként? Mit csinálsz? Családoknál vagyok ilyen bejárónő. Bejárónőként dolgozol. Aha, és megbecsülnek? Igen, szerettek. És az a típus, aki közben gyerekeket is elhoz, most főz, takarít, nem megcsinál, vagy gyerek, nem csak bejárónő. Idősebbek. Idősebbek. Uh-huh. Nincs gyerek. Nincs gyerek. Nincsen gyerek, nincs. Nicht Kinder. Nicht Kinder. Jó. Na jó van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj. Oké. A majmosnál vannak. Nem ez a békás. Ez egy madár. Ez egy madár? Tényleg? Na, milyen érdekes. Te már régebb óta vagy itt. Milyen madár ez? Te mondjuk majmokkal találkoztál, azok majdnem megtámadtak téged, de... Igen, majd ezt is elmeséljük. Igen. Jó, mindegy, és valamilyen madarat hallunk. Figyelj, mutatjuk, hogy mit énekelnek. Egy rövid kis részletet, okay. Figyelj. Na. Magyar? Nem. Még egyszer kérhetem? Persze, mutatjuk. Hát nem tudom. Nem tudom, passz. Akkor mutatunk tudom. Egy hosszabb részletet, jó? Nem baj, kivettük a bögrét, figyelj, hosszabb lesz. Jaj. Azaz. Jaj, Istenem. Nem tudom a nevét, de ismerem. Jaj, nem tudom. Ne csináld. Nem tudom. Nem tudom. Fiúk, nem tudom. Passz, leblokkoltam, úgyhogy nem tudom. Megmutatjuk az eredetit, figyelj, nagyon könnyű. Igen, Pink. Bizonyára. Na, most meg beugrik. Igen, a drágámnak a kedves énekese.
Egy jó kis pink lett volna, igen. Igen, sajnálom, nagyon, nagyon sajnálom. Szokta mondani a drágát, hogy szeret? Igen, és minden áldott nap elmondja, hogy szeret. Látod, ez a te ajándékod vagyunk ebben a játékban. Igen, igen, nagyon szeretjük egymást, és ő minden áldott nap elmondja, ha együtt vagyunk otthon szabadosok, minden nap kiszolgál, nem kellek semmit se csinálni otthon. Úgyhogy nagyon, nagyon jól megvagyunk, nagyon imádom, és ő is szeret engem, én úgy érzem. Hogy nem csak ukránból mondja. Jól van, hát ajándékcsomag nincs, köszi, hogy beszéltünk, vigyázz magadra. Jó? Én nagyon örülök, hogy beszéltem veletek, fiúk, nagyon vigyázzatok magatokra ott kint Künholmba. Vigyázzunk, vigyázzunk. Ja. Köszi, na, ciao, puszi. Sziasztok. Hello, hello, hello. Egy perc a pontosan 8 óra, jövünk mindjárt a folytatásra, gyorsan előtt egy közlekedés, az Árpád-Fejedelem utca Margit híd felé erősen torlódik, Rebúr küldte ezt nekünk, köszönjük szépen, mi pedig 8 óra után hívjuk majd a mi Szújó Macinkat, és hát beszélgetünk vele arról, ami történt a hétvégén, az átigazolásokról, a balesetről, szóval Forma 1-jel folytatjuk a hírek után. A Klassz FM-en a távolság nem akadály. Bavoni, Magyarország! Morning Show élőben Dél-Afrikából. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! Bavoni! 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 Good morning! Óra múlt pontosan 14 perccel. Hello minden drága Morning Show hallgatónak. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, hello. Jó reggel. Azoknak is, akik mezitlán vannak, azoknak is, akik átjöttek a másik szobából. Akik megtisztelik a műsorvezető társaikat azzal, hogy cipőt vesznek, nem érdekes. Nagyon szeretem, hogy mezitlán vagy egyébként. A stúdió és a szobánk egy emelettel ugye lejjebb van, van egy elemelt különbség, de nem vagyunk túl messze egymástól. Nem. Se szobailag, se stúdióilag. Tehát itt a hotelen belül tudunk jönni, menni, rohangálni. Az én szobám például pontosan a Balázs szobájára néz, és akármikor zajt hallok a folyosóról, mindig kirolnak, és a kis nézőként. Pari, jól van. Azt hiszi, hogy én vagyok. Csekkolom. Te használod a kis nézőként. Persze. Többször is kiszaladtam tegnap este, és oda szaladtam, és belenéztem. Nagyon, nagyon munkás. De nem én voltam, kulturáltan viselkedek, tehát abszolút nem zajongok. Semmi, egy hangodat nem lehet hallani. Teljesen visszafogottan és nyugodtan, csak a munkának szentelem most minden pillanatban. Mondjuk nem csoda, hiszen a hangszigetel már az a halom ruha, amit egyébként az ajtó elé dobált. Picit más a kinézete a te szobádnak, meg az én szobámnak. Igen. Ruhát próbáltunk valamelyik nap, és a stylist lány jött fel a kis tucokat. Bali mondta, hogy menjünk el a szobájába. Inkább most rendesen. Igen. Igen, hát más, hogy éljük a hétköznapjainkat itt. Igen, én átlátok a káoszon, neked igen, kell nekem sajnos, igen, nekem kell a rend, mert nem látok át a káosz. Igen, na nézzük gyorsan a közlekedési híreket, mi a helyzet az utakon, mit írnak nekünk a mi hallgatóink. Azt mondja, hogy Budakeszi úton lassú a haladás, az úgy nyomokban kék szilvát tartalmaz, ezt István küldte nekünk. A 86-os főúton Répcelaknál a vasúti átjáró építése miatt szombathelyi irányába 15 lámpaváltás, 45 perc, Csorna irányába 5 perc, ezt Peti küldte nekünk. Aztán van egy trafi az M1-esen Bécs felé, a 142-es kilométer után. M1-es, M7-es Budaörsnél 2 kutya a középső sávban, mindenki vigyázzon. Bauni az Árpád-Fejedelem utca Margit híd felé erősen torlódik, Rebúr küldte ezt nekünk. A Hidegkúti útról viszonylag nehéz kijutni, 20 percet kellett rászánni, ez is SMS-be jött. És hát a szokásos gyerekek, csak hogy otthon érezzük magunkat. A 10-es út Solymár, Budapest felé 2 kilométer 50 perc. 50 perc. Ezt Gábor küldte nekünk. Vannak dolgok, amik nem változnak, viszont lehet, hogy ezen a Bounin változtatnunk kellene, mert ez mégis csak egy nigériai köszöntés. Hát az. Ne higgyünk el mindent a pákra. Igen. Ráadásul lehet. Igen. Annyira. Ma megkérdezünk valakit a helyi erőből. Hogy mondják azt helyiül? Afrikán szól valószínűleg ez egy holland, vagy egy holland típusú köszöntés, vagy ahhoz hasonlít leginkább, de itt azért párféle különböző nyelvjárás van még az afrikánszon kívül, úgyhogy valami autentikus köszönést nekünk be kell szerezni. Nagyon érdekes, ahogy beszélnek egyébként. Maga a nyelv nagyon érdekes, hogy az angolt keverik az ő törzsi vagy dél-afrikai nyelvükkel, és úgy tesznek... Igen, és most beszéltem... Pont így van. Igen, például most hallottam. Azt gondolom, hogy megvagy. Hogy úgy beszélgetnek egymással közben a saját törzsi nyelvük, vagy dél-afrikai nyelven, hogy közben teljesen egyértelmű angol szavakat is beletesznek, és utána újra váltanak, visszaváltanak, tehát a két nyelvnek egy ilyen nagyon érdekes keverékét használják, amiből te nyilván szót nem értesz, mert hogy közben beleteszik az ő saját nyelvüket, és aztán ha kell, akkor az utolsó utáni ember is tényleg bármelyik sofőr, takarító, bárki úgy vált angolra egy pillanat alatt, mintha nyilván hát ez is a második nyelvük, vagy használják,
mint ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. De hogy elfordulnak tőled, abban a pillanatban ők a saját nyelvükön beszélnek, és nem használják az angolt. De hülye magyar, abban a igen, főnök, mit akar? Abban a pillanatban. Egyébként érdekes, nem? Így van. Nekem tegnap próbáltak magyarázni, hogy a gofrisütőt hogy kell használni az ebédlőnkben, aztán mondtam, igen, jóban hagyjuk a franc beszélni a készet, mert eszek vajaskenyeret. Arra hagyjuk meg. Tényleg felfedezted már, hol van tisztító? Mert te már így bejártad az összes ilyen, nem tudom, hát nagy bevásárlóközpontot, sportboltot, mindent körbenéztél? Értek, szerintem a takarítónők, akik járnak be a szobába, időnként beengedem őket, bár szoktam élni azzal a lehetőséggel, hogy egy kis tábla, hogy jöjjön vissza később. Nem nagyon szeretem, hogyha ott matatnak, mert minek matatnak, rend van ott. Ott rend és fegyelem van, érted? Érted, és ki is van takarító, gondolom. Németes precizitás, így van. Teljesen csak akkor engedte be a takarítónőket, amikor nálunk próbáltuk föl ugye a ruhákat, és a stylist lebehozott egy csomó földet a bakancsán. Jó, most ne találd meg, hogy a hat hét alatt te fogsz itt porszívózni magadnak a szobában. Ez miért nem engedett? Nem. Ez egy szálloda, bejönnek, adnak egy tiszta törölközőt, rendbe teszik az ágyat, kiporszívoznak, és tovább mennek. Nem akarnak semmit ellopni, benn van minden a széfedben, most mit lopjanak el a hűségpontjaidat? Tehát, hogy... Hát igen, most képzeld el, nem engedi be. És én mondom, Jani kézzel, ah, jó, ezt én úgy tudom szeretni, nem kell rendet rakni. Tehát vannak jó dolgok, ágy nem itt törölköző, ezt az ember tudja szeretni. Tehát most olyan, mint a 6 hétig egy olyan helyen laknál, ahol minden nap tényleg mindenki bejön, mondja, én, hát én nem engedem be. Minden nap kirakja, ne zavarjanak. Oda senki be nem mehet. Mi van? Nincs takarítás? Egyébként egy egész komoly kis gyűjteményem van azokból a kártyákból, amiket így az ajtó alatt beszoktak tolni, és rá van írva, hogy az én magánéletemet ők tiszteletben tartottak, és csak azért nem jöttek be takarítani, mert hogy én jeleztem nekik. Nagyon rendesek, adnak egy kártyát. Ezeket összegyűjtöd? És mi a cél? Tehát mennyinél állsz meg? Hát a kereskedmény mennyiségnél, amit már vissza tudok váltani. Igen. A nagyon helyesek ők adnak, hogy itt voltunk, nem engedtél be minket, szerettünk volna, vagy jelezd, hogy visszajöhetünk, vagy pedig majd egy későbbi órában mi megpróbálunk újra bejutni a te szobádba, és megpróbálunk egyébként kitakarítani. Így van. Nagyon, nagyon kultúrális. Némelyiken telefonszám is van. Nyilván szeretnének keverni velem egy jó teljes kávé. Néha enged be őket. És csak azt akartam mondani, hogy visszatérve a kérdésre, de a mosásra szerintem, amikor bejönnek, nagy ritkán, akkor lehet, hogy csodálkoznak rajta, hogy a törölköző tarton, a kádan fölött ki vannak terítve a frissen mosott zoknik, hasonlatágok és pusz. Én ezt nem akarom. Nem, de ezt annyira tudtam, hogy ez lesz. Én nem megyek be hozzá. Én a következőt gondoltam, összegyűjtöm egy szatyorba, és mit tudom én, egy hét múlva majd leadom itt a Landriba, megcsinálják, kiadják, kifizeted a 20 kunát, amennyibe kerül. Nem mondod, hogy... Kuna van itt is? Aha. Ahogy a pályán. Én így hívom. Balázs így hívja. Én így hívom. És mi az apró, a váltója? Mert a kuna a nagy pénz. Peking. De nem mondod, hogy egy szállodai szobában teregetsz a kádat. Én nem akarok bemenni. Én ezt nem akarok. Között feljössz velem. Nem akarok. Én direkt nem csinálok egy közös szelfit az okniaim előtt. De egyrészt nem értem, hogy a negyedik napon miért kell zoknit mosnod. Hiszen legalább hoztál 20 pár zoknit. Minek mosod ki? Hát mi nem elfogytak a tiszta zokni? Tehát én hoztam 30-at. Tehát nekem 30 után kell majd mosnod. Tehát 4 nap után mosod az okni. De mert van egy terepre, van egy sportolásra, van egy napközben, van egy alvásra. Jézus Isten, jó. Figyelj, ígérd meg, hogy a nadrágodat, a pólódat ad nekem oda egy szatyorba, én elintézem. Elmegyek, beadatom, kihozzák, kifizetem. Ne kezdj el nekem ott pólót teregetni a kádat fölé, léci. Jó. A következő az lesz, hogy fellógatod a ventilátor a kolbászt. Mondjuk azt nem, azt attól nem fut. Fölrakod a füstölt, a futok a ventilátorra. De azt ígérd meg, hogy odaadom a pólóimet, nem dobod ki őket és raksz helyettük be Tommy Hilfigereket. Ne hozz zavarba, Jani. Léci, ne csinálj ilyet, szeretem ezeket a pólókat, rég megvannak már. Igen, még szoknunk kell. Mindenki máshogy oldja meg. Vérmérséklete szerint a szállodában. Sajnálja a pólója. Ki tudja most, érted, odaadod valakinek, hogy mossa ki. A Jani mossa, az rendesen ki van. Én az enyémet is odaadnám neki. Ugye, és mire teregetsz? Mert nincs kihúztál egy kötelet? Nem, a kád felett van egy kis polc, aminek... Igen, amin a törölközőket kell tárolni. Igen. Gyakorlatilag egy 3-4 ilyen kis rúd van egymással párhuzamosan, és arra szépen végig tudom teregetni, illetve kivettem válfákat, mert a pólókat azon szárik. Jézus Isten, és mi bemész, és egy 80 fokos páratartalomot mész ott a gőzölgő ruhák mellett? Nem, jó kicsavarom őket egyébként. Azt szoktam csinálni, hogy egy picit áratom még a légkondit, hogy legyen mert egy kis légáram. Atya, úristen, na jó, nem, de ha bármikor úgy érezem, hogy be akarok hozzád menni, csak mondj annyit, hogy Bali, mostam, és nem akarom látni. Na jól van, forma egyezünk egy picit, jó? Mert hogy nagy dolgok történtek hétvégén, és ugye rossz dolog is történt, átigazolási szezon van, én most már ennek az Alonso fiúnak nagyon-nagyon drukkolok, és egyelőre a leghányatottabb sorsa úgy néz ki, hogy neki van. Ugye Red Bull elhagyta Vettel, és egy huszárvágásra egyszer csak bejelentette, hogy a Ferrarihoz igazol, úgyhogy hát zajlik a forma egyes élet, és történt egy nagyon szomorú dolog is ugye hétvégén,
Bianchi ugye egy komoly balesetet szervezett, balesetet szenvedett, mert hogy a versenyszervezők, ugye Charlie Whiting nem fújta le a futamot, nem küldték be a safety card. Aztán tegnap olvasgattam, hogy itt a pilóták is más nyilatkoznak, Hamilton megvédte, és azt mondta, hogy jól döntött, Massa azt mondta, hogy már üvöltözött a rádióba, és be kellett volna küldeni a safety card, vagy lefújni a futamot, vagy előbb indítani, mert hogy állítólagosan ők tudták, hogy valami ciklon közelít egyébként a pálya fölé, csak a Charlie Whiting úgy döntött, hogy ezt most ő nem fújja le. Úgyhogy nagy dolgok és érdekes, valami szomorú dolgok történtek a Forma 1-ben, és hát megkérdezzük a mi szakértőket. Jó. Nem? Maci. Itt van velünk Szújó Zoltán, jó reggelt, Zoli! Jó reggelt, sziasztok, üdv mindenkinek, szevasztok! Hello! Szevasztok, hallom, hogy még szokni kell egymást, így a szállodai életben, de Balázs, kitartás, tudom, hogy nincs könnyű dolgod. Próbáld meg. Zoli, nem hiszed el, tereget. Hallott, tereget. Elhiszem, még szerencsé, hogy nem egy szobában vagy, mert az első nap fölkötöttem volna magam a ventilátorra. De tereget. Mutasd meg, hogy egy szállodában hogyan kell rendesen viselkedni. Ugye mellettem laknál, a mellettem lévő szobában mindig ilyen tiszta alsód. Az biztos. Na, komolyra fordítva, ugye sajnos egy nagyon szomorú apropó történt hétvégén. A legfontosabb, hogy tudsz-e valami információt? Bianchi, jól mondom a nevét, ugye? Bianchi így mondja. Igen, jól mondod, olasz felmenőkkel is rendelkezik, de egyébként francia, 25 éves Jules Bianchi. A legfrissebb hírek azok arról szólnak, hogy ellentétben azokkal az információkkal, amik megjelentek még tegnap éjszaka magyar idő szerint, nem kellett egy második műtétet végrehajtani Jules Bianchin, viszont a rossz hír az, hogy sajnos nem is lélegzik magától. Tehát itt egy nagyon súlyos fejsérülést szenvedett, majd mindjárt elmondom azt is, hogy. De a lényeg az, hogy egy életmentő 3 órás műtétet kellett végrehajtani a fejsérülései miatt, és jelen pillanatban intenzív osztályon ápolják, és sajnos nem tud magától lélegezni. Hogy röviden mi történt, és mi magunk is elég nehezen raktuk össze az eseményeket Weber Gabival, mert nagyon furcsán követték egymást az események. Én annyiban megvédeném az FIA-t, a Nemzetközi Automobil Szövetséget és Charlie Whitingot, hogy borzasztó gyorsan változtak az időjárási körülmények. Nagyon gyorsan változtak, és azt gondolom, hogy addig, amiket döntöttek a verseny 40 akárhányadik köréig, addig azért alapvetően jól döntöttek. Gondolok itt arra, hogy safety car mögött rajtoltatták el a mezőnyt, aztán amikor annyira esett, akkor behozták az egész mezőnyt a box utcába, és ott 20 percet várakoztak, mert szakadt az eső, és aztán elkezdtek javulni ezek az időjárási körülmények, elállt az eső. Azt hiszem, hogy a több eset és több helyzet szerencsétlen összejátszása kellett ehhez a nagyon súlyos balesethez, hogy összejöjjön. Ugye egyrészt a japán pályáról muszáj elmondani azt, hogy ez egy old school pálya. Nagyon kicsik a bukóterek, nagyon tempósak a kanyarok, a pilóták egyébként ezért szeretik, de pontosan tudják, hogy ha elrontanak egy kanyart, akkor ez a pálya büntet. Ez a baleset egyébként a 7-es kanyarban történt, ezt a Dunlop kanyarnak nevezik, egy nagyon tempós, balos, egy emelkedő végén, borzasztó nehéz kanyar, ráadásul amikor vízátfolyások vannak rajta keresztben, már pedig a japán pályára ez jellemző, mert azért elég dimbes-dombos a pálya, akkor van egy olyan része a kanyarnak, amin egyszerűen fölúszik az autó, és akármilyen pilóta lehet, akármilyen jó versenyző, azt nem fogod meg. Amikor Adrian Sutil egy körrel korábban ugyanoda kicsapta a Sauberjét a kavicságyba, illetve a gumifalba, akkor azonnal elkezdtek dupla sárga zászlózni abban a szektorban. A dupla sárga zászló arra figyelmezteti a versenyzőt, hogy benne van a pakliban, hogy hamarosan, akár néhány másodperc múlva beküldik újra a safety card, és meggyőződésem, hogy ez egyébként Charlie Whitingnak szándékában állt, mert akkor már látták, hogy megint intenzívebb az eső. Tehát dupla sárga zászló volt érvényben, amikor jelentősen lassítanod kell, mert veszélyes az, hogyha versenytempóval mész, és nagyon-nagyon le kell lassítanod. Megnéztem itt a statisztikát utána, hogy kinek milyenek voltak az abroncsai a pálya, vagy a verseny ezen szakaszában. Jean-Éric Vergnier 22 körös gumikkal is, átmeneti első gumikkal is vígan ment a pályán, és azt mondta, hogy szerinte még mindig nem voltak annyira rosszak a körülmények. Ezzel szemben Jules Bianchinak a gumiaiban csak 17 kör volt, tehát elvileg talán nem voltak annyira kopott állapotban, mint akár Jean-Éric Vergnier Toro Rosso-ján az abroncsok. Tehát Sutil oda csapta magát a gumifalba, és értelemszerűen elkezdték kihozni az autót a kavicságyból. Nagyon közel volt a gumifalhoz, és ott volt egy megnyitás egyébként, hogy van egy megnyitás a szalagkorlátban, tehát csak oda kellett 3 méterrel arrébb állni egy traktorral, az fölemelte Sutil autóját. És itt következett be az, ami sajnos megint csak egy óriási pech és balszerencse, ugyanabban a kanyarban, ugyanazon a féktávon
ugyanazzal a lendülettel Jules Bianchi is becsapódott nem a gumifalba, hanem 30 centivel arrébb ennek a traktornak a hátuljába, és a fejét azt nagyon beütötte ebbe a járműbe. Ugye nagyon fontos elmondani, hogy a formaautózás az azért is veszélyes, egyrészt mert általában a kerekeket nem védi, nem takarja kaszni elem darab, tehát szabadon, ugye Open Wheel Racingnek hívják az angolban, szabadon vannak ezek a kerekek. Másrészt pedig a másik legnagyobb veszélye a formaautózásnak, hogy a versenyző feje az védtelen. Évek óta megy már a beszélgetés arról, hogy esetleg zárt pilóta fülkével lehetne megoldani, hogy még biztonságosabbak legyenek a versenyautók, de ezt eddig még nem sikerült megcsinálni. A feje tehát akármilyen hipermodern és nagyon szuper, egyébként elképesztő ellenállással bíró és védelmet nyújtó bukósisakokat gyártanak manapság, a feje mégiscsak kint van a kasztiból a pilótának, és ez veszélyt okoz, hogy ez veszélyes, és ugye pont annál a résznél találta el Jules Bianchit ez a traktor, ő találta el a traktor. Nem gondolom, hogy a körülmények alkalmatlanok lettek volna a versenyzésre, de mondom még egyszer, ezek a körülmények másodpercről másodpercre változtak. Ugye azért érdekes az egész helyzet, és utólag mindig okos az ember, mert felmerült korábban, hogy a közeledő tájfun miatt esetleg korábban elrajtoltatják a mezőnyt, vagy szombaton megrendezik a versenyt, tehát volt erről egy pár beszéd, és ugye ilyenkor az ember hajlamos, ma ugye megmondtam, hogy ezt kellett volna csinálni. Ugye Massa, aki viszont, ahogy te is mondtad, Balázs, folyamatosan kiabált a rádióban, hogy nem. Kiabált a rádióban, igen, hogy állítsák le, igen. Azt hiszem, hogy majd, hogy nem ő az egyetlen a mezőnyben, mert mindenki más egyetértett abban, hogy Malajziában például a monszun közepén sokkal rosszabb körülmények között is mentek már. Be kellett volna küldeni a szétikát, mint ahogyan beküldték egyébként abban a pillanatban. Ami furcsa volt, hogy ez a közvetítésben egyáltalán nem látszott. Tehát azt láttuk Gáborral, hogy Sutil oda csapja az Auberjét, elkezdik menteni, majd egyszer csak bejön a safety car, ami még mindig nem lett volna különleges, de a safety car mögött ott volt az orvosi autó is, ami meg úgy rongyolt, ahogy tudott. És akkor elkezdtük érezni, hogy valami gáz van, mert az orvosi autót nem feltétlenül kellene beküldeni. Aztán a közvetítésben az látszott, hogy a traktor mögött, de már a gumifal takarásában matatnak valamit. Először mire gondolsz? Sutil kiszállt az autóból, de megütötte magát, hogy megszédült, lefeküdt, kihívták az orvosi autót. Aztán eszedbe jut az a tavalyi tragédia, ami Montreálban történt, hogy egy sportbírót műszaki mentés közben ütött el, szintén egy traktor, aki életét vesztette. Hogy esetleg azért küldték be az orvosi autót. És aztán egyszer csak elkezded látni a közvetítésben, hogy mutatják a Marussia szerelőket, és először nem érted, hogy miért mutogatják itt a Marussia garázsát. Aztán ránézel az időmérő monitorra, és azt látod, hogy Jules Bianchi nincs a pályán, pedig őt nem láttad kiesni. Hozzáteszem, ez is előfordul, most valaki a vert mezőnyben egyszer csak a 40. körben úgy gondolja, hogy nem főzik meg a motort, kiszáll, és nem is kerül be a közvetítésbe, egyszer csak beáll a garázsba. És aztán azt látod, hogy Jules Bianchi nincs ott a mezőnyben, de nincs a garázsban sem, és elkezdett keresni, és ebben a pillanatban Gábor észrevett egy pici szárny darabot, minthogyha az nem az Auberről származott volna, hanem egy másik festési autóról, és akkor összeraktuk a történetet, hogy sajnos itt történhetett valami. Mondom még egyszer, egyetlen kockát sem láttunk Jules Bianchi balesetéből, de aztán így megfejtettük a történetet. Azt gondolom, hogy ítélkezni nyilván csak akkor szabad majd, hogyha minden részletet ismerünk. És ugye Sutil volt az egyetlen, kvázi az egyetlen szemtanúja ennek a balesetnek, és annyit mondott, hogy erről nem szeretne beszélni, mert annyira megrázta az, amit ott látott, hogy nem akar hosszabban beszélni. Igen, azt olvastuk, hogy a pilóták különbözőképpen nyilatkoztak erről, de hogy a Sutil volt az, aki mondta, hogy ő nem. Tehát ő nem mond erről semmit. Mert ő ott látta erről, ugye behúzódott a gumifal mögé, és megnézte, hogy az autóját hogyan viszik le szintén a sóderájból. Hozzáteszem egyébként, hogy állítólag, amikor fönt lógott már Sutil Zauberje a darus kocsin, akkor csapódott bele a kocsiba, a traktorba Bianchi, és le is esett Sutil autója is a darúról. Tehát ott egy nagyon furcsa eset történt. Ennek körülbelül megint csak annyi az esélye, mint az, hogy egy leszakadó rugó eltalálja a homlokodat, meg a fejedet. Akár ami mondjuk Masszával történt a Hungaroringen. Na hát nagyon drukkolunk Bianchinak, igazából reméljük, hogy egy kicsit talán ez is számít. Beszéljünk az átigazolásokról, mert hogy közben az ember nagyon érdekes dolgokat hall, és én most már egyre jobban drukkolnak ennek az Alonsónak, tényleg az elmúlt két évben most már egyre jobban kezdem megkedvelni szegénykét, de hogy hallom, most ő nincs könnyű helyzetben, mert hogy állítólagosan ugye a Vettel megy a Ferrarihoz, az Alonso meg úgy néz ki, hogy előre még mindig autó nélkül van, holott ő azt mondja, hogy ott versenyzik, és akkor versenyzik, amikor ő akar, ugye? Igen, hogy az egész átigazolási piac arra várt, hogy Fernando Alonso indítja majd a dominó
spanyol sort, és mindenki árgus szemekkel figyelte a spanyolt, hogy mikor jelenti be azt, hogy távozik a Ferrari-tól, mert azért ez már lógott a levegőben. Erre megérkezett Vettel, aki csütörtökön este 9:30-kor felsétált Christian Horner irodájába, bekopogott, és azt mondta: Christian, nekem elég volt. Előző este még arról beszéltek, hogy jövőre majd hogyan tesztelnek, meg hogy nézzen ki a Vettel póló, meg a baseball sapka, amit árulnak a Red Bull csapatnál, és azt mondta 9:30-kor, hogy Christian, döntöttem, szevasztok, jövőre megyek el. Hát azért ebben nyilván benne van az, hogy őt valaki fölhívta és bekínált egy olyan ajánlatot, amit nem nyilván lehet. Nyilván, és van egy záradék a szerződésében, ugye, hogyha ő nincs benne az első háromban, akkor ő válthat. Ugye jól mondom, igen, Zoli, hogy ez benne van? Vannak hogy... ilyen, igen, vannak ilyen biztonsági klauzulák ezekben a szerződésekben, hogy Alonsónak is elvileg 16-ig szól a szerződése, de van benne olyan arra vonatkozó rész, hogyha a csapat, tudom én, a konstruktőrök között nem szerzi meg ezt és ezt a pozíciót, vagy gyenge az autó, akkor ő elmehet. Tehát ezek azért a pilótákat védik ezek a záradékok a szerződésekben. Szóval Vettel is távozhatott, de nagyon fontos, hogy sem Sebastian Vettel, sem a Ferrari még mindig nem mondta el, hogy 2015-ben hol fog versenyezni. Tehát ezt egyedül Christian Horner dobta be, némileg azt gondolom szándékosan valamelyes rossz indulattól vezérelve, hogy a Ferrari tett egy olyan ajánlatot Sebastiannak, amivel mi nem tudtunk és nem is feltétlenül akartunk versenyezni. Meg egyébként is, hogyha egy pilótának a szíve már nincs ott 100%-osan a csapatnál, akkor tök mindegy, hogy mi van a papíron, az már nem úgy fog versenyezni, és nem tesz meg mindent a csapatért. Tehát még mindig nem tudjuk, hogy Vettel hol folytatja a pályafutását. Mi van, hogyha bejön a három autós szabály, egy egészen abszurd forgatókönyvet mondok, ez valószínű, nem ez lesz a végkivetele, de mi van, hogyha Bernie Ecclestone átnyomta a nagy csapatokon, hogy indítsanak három autót, és egy Alonso, Räikkönen, Vettel trió lesz a Ferrarinál. De mondom, ez nagyon elrugaszkodott a valóság. De szép lenne. Igen, már ugyanakkor az Alonso viszonya meg megromlott ugye nagyon a Ferrarival, így tehát van, ugye, viszont a Red Bullnak meg nem kell. Így van, Alonso elveszítette két legnagyobb támogatóját, és elfogyott körülötte a levegő. Luca di Montezemolo elnök és Stefano Domenicali csapatfőnök személyében. És Marco Mattiacci gyakorlatilag a székfoglaló beszédében elmondott, volt egy ilyen félmondata: én nem azért vagyok itt, hogy Fernando Alonso boldogát tegyem, hanem hogy a Ferrarit újra fölemeljem. Tehát gyakorlatilag elfogytak a támogatói Fernando Alonsónak a Ferrarinál, így aztán ő lépéskényszerbe került, most aztán meg főleg, hogy Vettel indította az átigazolási pletykákat. Kis túlzással, a végletekig leegyszerűsítve, Fernando Alonso most annak a Ron Dennisnek a kezében van, aki ugye a McLarennek az első számú vezetője, és jövőre érkezik a Honda, amely Honda egy nagy ágyút mindenképpen szeretne leigazolni, annak a Ron Dennisnek a kezében van, akivel ő nagyon összebalhézott 2007-ben, amikor Lewis Hamiltonnal ide-oda verreket ütötték egymást az élen, és komoly botrányok voltak körülöttük. A nagy kérdés, hogy tudják-e rendezni a viszonyukat, és Fernando Alonso-ra van-e szüksége a McLaren Hondának az ő tapasztalatával. Ugye, de ez is kockázatos. Az a fura, hogy közben a legnagyobb zseni a Pali, azért az egész mezőnyben. És most így van, csak a Ferrari is bosszút áll rajta, de hát igen. Pontosan. 33 éves, azért Alonsónak is végig kell gondolnia, hogy szemben mondjuk Vettel, aki 27, hogy hova menjen. Tehát neki már sok ideje nincs csapatot építgetni, mert az volt a Ferrarinál is, hogy na majd akkor itt megnyerik a világbajnoki címeket, aztán 5 év eltelt, úgyhogy kis túlzással a közelében sem voltak. Igen. Úgyhogy egyelőre nem lehet tudni, annyit elmondott Ron Dennis egyébként, és valóban a McLaren Honda lesz a kulcs csapata mostantól az átigazolási pletykáknak meg a keringőnek, hogy nincs szerződése sem Jenson Buttonnak, aki egyébként dolgozott a Hondával, ugyanolyan tapasztalt, mint Alonso, és még szereti is a japánokat, megismeri, de nincs szerződése se Jenson Buttonnak, se Kevin Magnussennek, tehát még akár az is előfordulhat, hogy Fernando Alonso, erre is kevés az esély, de hogy kihagy egy évet, és meglátja, hogy mozognak itt a dolgok. Ugye Lewis Hamiltonnak például jövőre kezdik majd tárgyalni a szerződés hosszabbítását, és akkor esetleg a Mercedesnél, amely úgy tűnik, hogy a következő időszakban, következő néhány évben meghatározó ereje lesz a Forma 1-nek, akkor esetleg oda tud igazolni. Nagyon érdekes, tényleg érdekes. Érdekes, érdekes dolog ez egyébként. Zoli, figyelj, te a Forma 1-es szezonok előtt el szoktál menni magas hegyi edzőtáborozásokra? Hogy így egyszerűen ennyit tudja beszélni. Én órát konkrétan. Én nem hiszem el, én csak hallgatom. Igen. Eleinte még az ember figyel az információkra, utána már elindítottam egy stopper. Nem, hát figyelj, iszonyat vitálkapacitásod van. Kérem a tüdőd. De dehogy is, hát ez mi nagyon szeretjük. Ne viccelj, zseni vagy. Mi van otthon egyébként, minden oké? Figyelj, azon gondolkoztam, hogy nem szürreális egy kicsit Dél-Afrikából beszélgetni Solymárról, meg a Budakeszi útról.
Zoli, nem tudod, hogy ez mennyire szürreális. Próbálunk mi azért így kapaszkodni és tartani a lépést, és egy ugyanolyan adást csinálni, mint Budapestről csinálnánk. Nem hiszed el, hogy itt ülök, pálmafákat látok az ablak előtt, süt a nap egyébként. Közben itt takarítanak a szobánk előtt, én meg olvasom, hogy mi a helyzet az M3-as 102-es kilométerénél, ahol a hittetején Nyíregyháza felé van egy trafik. Ez Zoli, nagyon érdekes élethelyzet. Nagyon érdekes. Egyébként itt is süt a nap, hála Istennek. Budakeszi úton már túl vagyok, és picit nehezen halad, de beértem, úgyhogy egészen jó időben. Gyerek, és 6 hétig kint vagytok? 6-8 hétig, igen. Igen. Technikai okokból nem mondhatjuk pontosan, de igen, jó, jó. Igen, körülbelül ez az időintervallum. November vége környéken érkezünk. Még valami eszembe jutott. Na, amikor. Na, igen, mondom. Egy újabb helyszínt a beszélgetésben. Szegény stábunk még mindig azt hiszem a nagoyai reptéren dekkol, mert ez a tájfun ez megérkezett hétfőre, és gyakorlatilag az összes járatot törölték, ami Európa felé indulnak. Tehát a teljes Forma 1-es pedok az ott van a Nagoyában, Tokióban és a környékén, és várnak arra, hogy visszatérhessenek Európába, és aztán indulhassanak Szocsiba, mert ugye ezen a hétvégén most szünet nélkül megy tovább a VB, jön az első orosz nagydíj. Egyébként 93-ban rendezték az utolsó kajálámi futamot, dél-afrikai nagydíjat, képzeljétek el. Most akartam rákérdezni. Nem jönnek Dél-Afrikába. Azért tudom, mert Alain Prost nyerte meg, ráadásul pole pozícióból, azért voltak ott komoly versenyek, igen, kajálámiban. Jó. A adáson kívül átveszük azt a futamot, én megígérem, hogy fölhívlak, és akkor átbeszéljük. Jó? Igen. Kajálámi. Ugye otthon is ezt tolod egyébként, itt Szenteste. Nagy gyerekek, itt vannak az ajándékok, de erről jut eszembe. Amikor a Rondonis egyszer odajött hozzá, Kuala Lumpurban. Azt mondja a feleségem, hogy borzalmas öreg ember leszek, amikor majd elkezdek nosztalgiázni, és itt benne válasszám másfél óráig az emlékeimről. Figyelj, arra figyelj, Zoli, hogy még a híradóval ne kezdje vitatkozni. Az az első jele, hogy kezdesz öregedni. Amikor visszaszólsz a híradónak és vitatkozol. Igen, az az első jele. Vigyázz magadra, köszönjük szépen, hívunk jövő héten is, jó? Igen. Veszek, amikor a Fittipád. Ugye megígéritek, hogy azért havonta egyszer ezt a lehetőséget és a felületet megadjátok nekem, akármi is történjen. Már hogy fölhívunk téged? Igen. Hogy a jövő? Hát ha olyannyira, hogyha futam van most hétvégén, akkor jövő héten hétfőn megint hívnánk. Persze. Na, majd megbeszéljük, nem kell ebből rendszer csinálni, de tudjátok, hogy örömmel állok rendelkezésre. Jó, fürdőzölt ebben a fél órában, nem kell a Duna. Hogyne, hívunk. Vigyázz magadra, Zoli, gyerekek, köszönjük szépen, vigyázz magadra. Szauni! Ciao, Zoli, hello, ciao. Jaj, mekkora forma egy, ez a Zoli. Atya, úristen, 3-4-9, ez pontosan 5 perc múlva, jövünk a hírek után. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! Ez csak ilyen rövid volt. 3:49 múlt 2 perce. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Bauni Feri, Bauni, kérlek szépen, két tippem van. Az egyik, azt tereget. Tudom, hogy nem, azt megcsinálta tegnap, vagy lement reggelizni. Ez az egyik. A B pedig a szembelévő plázában van bankautomata. És neki pénz kell, de ki kell tudod, hogy fél tízkor szokta. Tehát az otthoni elmenetel a bankautomata, az fél tízkor van. Igen, mert ott tudja, hogy ott van a bankautomata, de itt ki akarta próbálni, és fél tízkor majd visszamegy. Elmondanék egy rövid történetet Jánosról, amíg nincs itt, mert nagyon szeretek átömelő beszélni róla. Mit csinál első nap? Mire kér meg engem? Mit, hova menjek el vele? Hát várjál, nem tudom. Bankautomatát keresni. Annál sokkal durvább. Találjak neki egy sportboltot. Mondom, oké, János, semmi sem egyszerű, első nap vagyunk. Itt nagyon fontos, persze, ne pakoljunk ki, ne álljunk át, ne menjünk el a stábértére, ne vegyük fel a fordulatot. És szerezünk neki egy 16 kilós kettlebellt. Ezt a kézi súlyzót, amit 16 kilós, lenyomoztuk, hogy hol lehet venni kettlebellt, mert ő a szobájában manó módjára elkezd majd edzni. Mondom, gyere már le velem egy edzőterembe, amennyi időnk lesz, rohadtul nem lesz időnk egyébként. 3 naponta egyszer szakadjunk már le egy edzőterembe. Itt akarsz edzeni a szobádban? Itt fogunk lakni 8 hétig ebből a szobában. Minden nap edz, érted? Minden nap. Megtaláltuk a kettlebellt, mert otthonról a Google Earth-ön megnézte, bement az áruházakba, és megnézte, hogy melyik az a bolt, ahol van, és megvettük a 16 kilós kézi súlyzó. És a nem néztek, amikor hoztátok föl? Nem hiszed el. 20 kilós, és hazacipeltük. Beraktuk a buszba. Itt van ő! És megvettük. Az első nap bevásároltunk. Úgyhogy... Figyelj, te tényleg vettél ide két kettlebell? Egyet. 16 kilós kettlebell. De az első nap megszereztük. Azt mondtam neki, ha kihívás, legyen nincs kihívás. Időd. Nem, az a baj, hogy... Ezért, hogy a szobába tudjon edzeni. Vagy csak 14-esek vannak a teremben, és én bottom-up-olni 16-ossal szoktam. A bottom-up-a. Nem fogok 6 hétre kihagyni egy gyakorlatot, csak azért, mert... Ezért elmentünk, megszereztük, és a szobájában edz.
Úgyhogy nagyon jó. És a Taki nénik mit szólnak hozzá, mikor bejön? Semmit, mert nem tudnak bemenni. Mi lehetett? Ja, nem tudnak bemenni. Nem tudnak bemenni. Most is egyébként mondtam nekik, hogy scusi mama. Scusi mama. Megértően bólogatott. Igen, elképesztő. Felmentem egyébként, csak kifordítottam az okmikat, mert sokkal jobban száradnak, hogyha időnként megfordítottam. Na nézzük a közlekedési érket. M3-as legvégén a 49-es út előtt mérnek az állatok. 70-es tábla van. Bence, hát hívjuk őket rendőröknek, ne bántsuk őket. Az M3-as bevezetőjén a Szerencs utcától lépésbe lehet haladni. Aztán Hello Afrika, M3-as 145-ös Nyíregyháza felé trafipax, ezt Zoli küldte nekünk, köszönjük szépen. Szújó az új Nógrádi, csak ő a zárójel helyett azt mondja, hogy hozzáteszem, profi nagyon. Biztos, hogy letette a Szújó, lehet, hogy ott van még a vonal vége, mint a Pákó. Mondja. Igen. Drága afrikaiak, mondom nektek, bár lehet, hogy kicsit fura, fotóznak az M6-oson, méghozzá 42-es kilométernél, vigyázzatok ti is magatokra, köszönjük szépen, ez Zoli írta nekünk, 11-es Budakalásztól befelé torlódik, Tomika üzeni, és Vácegresen a szlovákot használják vegyesen a magyarral, így van, ahogy itt ugye az ő törzsi nyelvüket az angollal, mint ahogy már arról beszéltünk néhány perccel ezelőtt. Na. Nem mi az angolt se értjük, úgyhogy semmi baj. Így se kellene semmi jelentős, hogy kézzel lábbal magyarázunk. Egyébként csak azok kedvéért olyan mondom, akik mellett a korábbi percekben, az elmúlt két órában még ott állt a főnök a munkahelyükön, és most nem, hogy felmehettek a Facebookra. Mert meg tudjátok nézni az új képeket, amiket feltettünk. Az egyik az bizonyíték értékkel bír, mert hogy egy itteni napilap van a kezünkben, ami természetesen nem látszódik a dátum, mert ahhoz túl messze vagyunk, de hát nehéz lett volna egyébként egy dél-afrikai újságot valahogy összeszedni a Népligetben, meg egy pálmafás helyet találni. Hál' Isten, annyira jól szólunk, és hál' Isten, annyira zökkenőmentes kopogjuk le az egészet, hogy néhányan gyanakodnak a szakmai stábunkból is Budapesten, illetve a mi szakmai igazgatónk, ugye technikai vezetőnk Gyula kapja az SMS-eket. Ezt én csináltam, ezt én csináltam. Egyrészt ő se hiszi el, de hogy is kapja az SMS-eket, hogy menjünk mi már felébe, ne kavulszunk már ekkorát, hogy Dél-Afrikában vagyunk, hogy lenné mi már ilyen minőségben, nem vagyunk. Ezért kimentünk a szárad el, és csináltunk egy napilappal egy fotót, hogy próbáljuk ezt igazolni, mert hogy néhányan szkeptikusok, de hál' Isten, hogy szkeptikusok, ez azt jelenti, hogy minden rendben van. Na, mi pedig játszunk, ugye, méghozzá itt van a játékosunk, akivel hármas ugrást játszunk már is. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt kívánok! Magdi, hello Magdi, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, honnan hívsz minket, Magdi? Budapest, nyugati pályaudvar. Ah. Oh. Ott laksz? Mit csinálsz ott? Azt kérdezte a Feri, hogy ott laksz, hogy mit csinálsz? Nem, dolgozom, egy büfében dolgozom. Na, egy ilyen kis utas, igazi klasszik utas ellátóban, tényleg? Nem, már az már nem működik. Sajnos a régi utasellátó csokival ilyen hagyományos szendvicsek, csokik, üdítő. Nincsenek már olyan régi jó rántott szeretett zsömlék. Így van. Párizsi kocka. Kókuszrúd még van. Igen. Téli fagyi, cigirágó, ezek mind voltak, nagyon jók. Igen. Neked a lányod Adri, azt olvasom, amit Anna írja, hogy Fokvárosban dolgozott? Nem dolgozott, hanem egy évvel ezelőtt kiment tanulni angolt, és a zárva gyerekekre vigyázott ott szabad idejében, és most 3 hétre újra kiment, mert annyira megszerette Dél-Afrikát, hogy ott kint lakott, tehát háznál lakott, és annyira megszerette az ott lévőket, nagyon-nagyon sok barátot szerzett, hogy most náluk lakik 3 hétig, és most újra felüdülni ment a Oroszplán parkba, Elefán parkba, tehát ilyen nagy kirándulást tesz. Na, de ő is szereti akkor. Igen, és nagyon-nagyon szereti, és nagyon jó élményekkel jött haza tavaly is, és ugye most is folyamatosan azért kapcsolatban vagyok vele, és csak jókat, nyilván vannak ott is rossz helyek, de nagyon-nagyon jó helyeket mond, ahol most is volt ilyen Elefán parkba, Orosznános parkba, a parkba szeretett volna fölmenni, de oda még nem jutott, azt mondtam, majd visszamegy majd jövőre, most jelen pillanatban Fokvárosban van. De jó. Na jól van. Oké, okay, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem vihető. Vihető? Vihető. Oké, okay, figyelj Magdi, indulunk, jó? Felkészültél? Igen. Igen. Így szól az első kérdés dedikált egér alátétért. Azt mondja. Igen. Melyik ókori nép egyik istene volt Mars? Nem kapkodni. A rómaiaké. Így van. Kiváló. Még pedig a hadisten volt, ugye? Így van. Menjünk tovább?
Igen, karamellás magyaros változatban is isteni. Jó. Oké, így szól a második kérdés dedikált egéralátétért. Hogy nevezik idegen szóval a csillagtököt? Pakisztán. Ez az bizony. De jó. Így van, Patison. De okos vagy. Itt bárkitől kérdeztem, nem tudta. Csillagtök. Csillagtök. Margit, gondolkodj már. Oké, okay, Magdit. Megvan az egéralátét, megvan Magdit. Azt mondtam Magdit, kicsit átkereszteltelek. Magdi. Igen, Magdi, inkább így mondom. Megvan az egéralátét, igen, megvan a nyakbalkasztó. Mit csináljunk? Harmadik kérdés. Megállunk, elviszed, vagy neki mész? Hát menjünk. Halud legyen kövér. Menjünk, jó. Így szól a harmadik kérdés dedikált... Óra? Óráért. Óráért, így van. Igen. Melyik sportág legendás alakja Szergej Bubka? Kiabált ki a büféből gyorsan. Ki tudja, ki az a Szergej Bubka? Szergej Bubka. Ki lehet ő? Melyik sportágot ki? Szergej Bubka. Sok? Kérdezed? De rendes vagy. Nem. Gyorsan rá mondtad, még lett volna egy kis gondolkodás idő, csak nem, a rúdugrás. Rúdugrás. Rúdugrás bizony, és hát az a típus, akit azért lehet tudni. Tehát olyan sok világcsúcsot állít be, tartott, és hosszú-hosszú éveken keresztül a közelébe se tudtak ugrani. Már nem neki az utcán, hanem hogy a rúdod. Sokszor a mindig elugrott. És mindig alig ugrott, igen. A legnagyobb, gyakorlatilag a sportág legnagyobbja. Na, bumozzunk egyet, hoztuk a szoftvert, gyerekek. Hoztuk a szoftvert, és az a bajom érted, hogy nem minden, a vállam? Hát, hogy itt minden tök más, átengedték simán egyébként az én verziómat, mert a tiétek az hamarabb itt volt, de hát nagy kérdés, hogy a déli féltekén vajon hogy zavarodik meg egy ilyen szoftver, hogy kedves lesz, vagy nem lesz kedves. Te hoztad, nem volt baj, átjött a vámon, simán, nem szóltak simán, bele, nem kötöttek bele. Hát a ketyegésnél egy kicsit kérdezték, hogy terroristák vagyunk-e, és ez valamit elindít, mondtam, hogy én vagyok terrorista, te kérdezett tőlem Kairóban az arab. Na, ennyit az előítéletekről tudod. Én vagyok terrorista, hiszen te vagy Kairóban. Ez nagyon. Remélem, ez csak magyarul mondtad. Igen, nem tudják senki. Jaj, Bangoly mondja, mert én robbantana. Érted. Na jó van, indítjuk akkor a Boom szoftvert. Figyelj, Magdi, jó, mennek az ajándékcsomagok. Tényleg elindult, beüzemelt. Most már én is látom, mennek az ajándékcsomagok. Tiki, taki, figyelj, mennek az ajándékcsomagok. Jaj, de szépen kekek. Jaj, de kekek. Jó, hogy nem szaladnak a bőröndödbe, tényleg. Ott van! Jaj, de gyönyörű. Köszönöm. Opszi! Na ne. Gyerekek, nekem. Hát lehet, hogy a friss levegő jót tett. A szavannák lehellete. Az oroszlánok üvöltése? Nálam jelez. Nincs bedugulva az orrod? Nálam jelez. Nálam is. Azt a mindenség! Hoppá, megjöttek az őslakosok. Ez csak takarítás. De jó, köszönöm szépen. Hát figyelj, hosszú-hosszú hónapokat nem adott, nézd meg a Boomsoft-et, kijövünk, szereti a környezetváltozást, szereti a szállodát, szereti a szállítótust, azonnal adott egy ajándékcsomagot Magdi. Hakuna Matata, ezt mondtad? Vagy mit mondtál Magdi? Igen. Hakuna Matata, jó. Na, van egy ajándékcsomagot, küldjük neked, jó? Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert nektek ott kint, és jó egészséget, és mindent. Drága vagy, köszönjük szépen. Innen küldjük az ajándékcsomagot Teveháton, tehát ez december közepére lesz majd meg, amíg át kell a Szaharán. Jó, egy kicsit várni kell rá. Köszi a játékot, Puszi. Nagyon szépen köszönöm, hogy Puszi, sziasztok. Hello, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na. Gyerekek, hát ez vinni kell a szoftvert magunkkal, ha bárki utazik bárhova, ez a szoftver újjáélet, felébredt, jó kedve van, ajándékcsomagot ad. Hát gyerekek, vinni kell, hát nem szabad ott hagyni. A szoftverünket, a kettlebelemet és a papucsomat én mindenhol visszamagam. Azt tudom, én nagyon népszerű egyébként, látom, nagyon népszerű a papucsom fönt a Facebookon, imádják az emberek, köszönöm szépen. De nem hiszem, hogy papucsba mezitláb, vagy milyen papucsot imádnál? Most már papucsot sem hoztam le. Azt most már azt mondom, hogy mezitláb vagy. 5 méterre vagyunk a szobánk. Na jól van, oké. Azt mondja, hogy egy perc van pontosan 9 óra Répcelak Szombathely felé kerülendő. Ez most egy SMS-ben 10-es út lett belőle elesett. Üzente nekünk Geri, és teljes útzára 45-ösön Vásárhelyi Szentes között nagy baleset. Ez pedig Roland küldte nekünk. Egy perc van, 9 óra, jövünk a hírek után. Ha indul a reggel, és kivet az ágy,
neked habz igazán, a zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a melóban van, csak pirítod a hasad. Valami terrász magához húz, lehetsz már korán, vagy egy hián húz. Tudod, hol a helyed, ha robban két szó. Balázs, Feri, Jani, menj Afrikán! Morning Show, élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 9 óra múlt 13 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello Feri, hello Jani, hello drága hallgatók, hello, jó reggelt hello. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk Dél-Afrikában, és itt is leszünk egészen sokáig. Ha valaki szeretne bennünket Google Earth-ről megkeresni, hát a pontot sétálunk, amikor a fotókat csinálják, Nelspruit, a hely, ahol vagyunk jelen pillanatban. Egyébként 17 fok van, jobbára napos itt az idő, kevés embert érdekel rajtunk kívül, de azért mondom, jövő héten, vagy ezen a héten már jön a kánikula, de azt hallom és azt olvasom, hogy jó idő lesz otthon is. 28 fok. Mit akarsz 28? Mintha itt lennék. Gyerekek, indián nyár, száraz és meleg, vénasszonyok nyara, ugye ezt megbeszéltük, hogy azért vénasszonyok nyara, és jó idő egész héten itt Budapesten, egész héten Magyarországon, jó időt mondanak nektek, úgyhogy veletek vagyunk, ott vagyunk, és örülünk, hogy nektek is jó idő van, mi rohadtul fogjuk unni a meleget egy idő után, nektek viszont ott baromi jól jön. Viszont jó azért annyiban cáfolnálak, hogy nem csak minket érdekel az itteni jó idő, ne felejtsük el, hogy anyacsatornánk mint egy 100 fős kontingens is itt tartozkodik és dolgozik jelenleg a dzsungelben. Bizonyám, ők már ugye kint vannak terepen és dolgoznak, és ami a magyar viszonyokat illeti, nézem, tényleg egész héten nem kell nagyon föltözni, hideg reggelek után, jó idő, indián nyár, 24-26 fok, amit te is mondasz, úgyhogy ahogy eljöttünk gyerekek, megjött a jó idő. Megmutatja a nap magát, hogy azért létezik, nem? Ez egy mondjuk jó dolog, azt, hogy mi küldtük. Mi küldtük egy kis meleget. Küldtük egy kis meleget oda, igen. A nap megmutatja magát, te pedig utasnál már nekem majd adás után egy divatos papucsot. Jó, hogy kicsit így ezen a téren tudjak meg egy picit zárkózni. Osztoznak? Vagy osztoroznak? Igen, 10 után majd menjünk már fel a szabad, és mutassál már nekem. Ez úgy csinálsz, mintha én csináltam volna rólad a papucsos fotót. Hát mi közöm van nekem ahhoz, hogy a Wikit közben finoman titokban posztolgat, és szeretik a papucsot. Csak mondom, hogy ez egy nagyon menő márkájú papucs, érted? Tudom, nekem is volt ilyen, amikor izé voltam, úszni jártam hetedikbe, abszolút, de nincs ez ebben. Tudtam, hogy tesz rá egy lapát. Egy rohadt szót nem szóltam a papucsodra, amit te most belem hoztad, én már most ezzel megbarátkoztam, ezt egy kitelepülésen láttam először. Igen, nem csak tényleg már, én azt hittem, hogy ez egy menő papucs. De mit írnak, de mit írnak a mi Facebookozói? Nem, kici ócok. Kici ócon elszprújti? Kici, de nem volt ócó. Nagyon kicsi, nem volt ócó. Figyeljetek, azért ne bántsátok, mert ebben a korban már teljesen érted, hogy gyógypapucsot hordasz. Úgyhogy nem járhatsz már ilyen flip-flopban, mint én, ami ugye az ujjad közé bemegy egy darab, ilyen H-betűvel kezdődő, mit tudom én, az ember ebben már odafigyel a gerincére, súlyzózik, öreg, hát ebben van egy ilyen kis luttal betét, ebben vannak ilyen szellőző lyukak, hát nem hordhatsz akármit, hát ilyen flip-flopban nem járhatsz, mint én, ráadásul itt meg aztán ki tudja, mi harap meg. Sem meg lerövidült achillésszel, érted, beállt derékkal, érted? Igen. Az is csoda, hogy egyébként tudok brunyálni. Igen. Na, bocsrácok, ez a műsor egyelőre elég gáz, írja valaki. Azt is mondom, hogy miért. Hol vannak a dzsungelek, vagy hol van a dzsungel, és hol vannak a benszülöttek? Hát ezt mi elmondtuk egyébként, hogy egyrészt dzsungel az itt van a szállodánk előtt, de azt átadni azért nehéz, mert azt tudom, hogy fa, kígyó, fa. És megint fa. Madár. Kettő, hogy azért nem szabad elfelejteni, ugye, hogy mi itt vagyunk Dél-Afrikában, és forgatunk egy televízió műsor, de mi arról se beszélni nem akarunk, se szóba hozni, se tulajdonképpen azt a tévéműsort bevonni a rádió adásba, mert feltételezzük, hogy aki azt nézi, aki rádiót hallgat, az viszont nem biztos, hogy nézi a tévét, sőt, mi több lehet, hogy nem is érdekli az, hogy mit csinálunk a televízióban. Tehát ez az adás, ez nem arról szól, hogy itt helyi erők szólalnak meg, hogy itt most bevonunk benszülötteket, nekünk ide megérkezik majd a Nelspruiti konga zenekar, és megtudjuk, hogy hogy eszik a gnút, hanem arról szól, hogy mi itt vagyunk, mi itt dolgozunk, de ugyanakkor egy teljesen hétköznapi adást csinálunk azok kedvéért, akik ugye otthon vannak, és hát mindenki otthon van, aki bennünket hallgat, másfél-két millió emberről van szó, akikkel nyilván történnek dolgok, hírek vannak, közéleti események, különböző hétköznapi történések, amivel mi ugye ugyanúgy foglalkozunk, lássú jó forma egy hétvége. Igen. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt tényleg 6 héten keresztül kis dél-afrikai falvakba megyünk, és Jani egy zsiráf háton, te egy elefánt háton bejelentkezel majd, és elmondjuk, hogy hú, de jó, nem is csináljuk meg, nem is tudjuk megcsinálni, egyszerűen egy szállodából és stúdióba jelentkezünk, és rendes rádió műsort csinálunk mi reggel. Hát nem? Nézd, erről a konga zenekar itt van. Hallgass? Itt ütik. Hallgass? Oké, srácok, elég lesz. Köszönjük szépen. Köszönjük. Szevasz. Látod? Már távolodnak, látod? És még szóval mindig ütik.
De egy teljesen normális morning show-t akarunk. Ez volt a cél, ezért jöttünk, úgyhogy ezt rajtunk lehet számon kérni, abszolút megértjük, meg talán hiányzik, és nyilván amilyen impulzusok bennünket érnek itt Dél-Afrikában, arról mi szívesen beszélünk. Mit láttunk, mit kóstoltunk, mit ettünk, milyenek a helyiek, milyen nyelvet beszélnek, megkéseltek, nem késeltek, aranyosak, kedvesek. Hát ezt nem akarom elmesélni. Igen, ezt inkább nem, késeltek. Legyen a nem késeltek. Igen. Tehát erről nagyon szívesen beszélünk, de célunk az, hogy ugyanolyan műsort csináljunk, és veletek foglalkozunk, és azzal, ami nem velünk történik, néhány mondat erejéig nyilván, hanem ami veletek történik, és ami otthon van, hiszen hát mi vagyunk tulajdonképpen értetek, és nem fordítva arról, hogy most itt 6 hétig halljátok, hogy milyen zsiráfon üldögélni, meg elefánton lobagolni. De reggel 6-tól egyébként megsértünk is, hogyha korán kelsz, ugye? Így van. A másik, hogyha a műsorról beszélünk, nagyon sokat kicsinálnak a Szulejmár rajongókat, akik már tulajdonképpen rituálisan belölték magukat a Dunába. Ők még bizakodhatnak ma estig. Igen, úgyhogy nem akarunk, vagy nem akarjuk ezt a dolgot tovább fokozni. Nem, egyáltalán nem, erről jut eszembe, hogy tegnap, amikor nem forgattunk a táborban Balázsra. Igen, tehát hogy nem akarjuk a Szulejmár rajongókat tovább búzni, nem. Ami a tévében történik, az a tévéműsor, itt pedig rendes rádióműsor megy reggel olyannyira, hogy vannak friss közlekedési híreim, például a Folyondár utca lefelé, a Szépföldi út felé pici, apró lépésekbe halad. Mindenki el fog késni. Ezek érdekelnek bennünket igazán. Azt mondja, hogy Balázs a százszor szép Ovi gyűjt udvari játékokra Balmazújvárosban, Laci. Jó, segítünk, akkor vissza fogjuk hívni Lacit. Trafi van az M3-as, M35-ös találkozásánál Budapest felé. Ezt Bali küldte nekünk, és az M3-as végén a 267-es kilométerje szürke Szeádból trafi pakszolnak, írta nekünk Tojás. Itt ülök a Károly körút hét előtt a taxidroszton, és hallgatlak titeket, a forgalom jó, a nap süt, kicsit hűvös van, vigyázzatok magatokra, skorpiókkal óvatosan, ja, és csörögjetek rá Pákóra, biztos van neki is pár jó szava. Hát Pákó szerintem nem tud nagyon más mondani. Igen, azt elmondja itt a műsorban, igen. Egy-egy megszólás között, ennél több értelmeset nem annyira. Igen, csak ezt tudja mondani. Minden fogtuk hallni. Hifatánk, de tulajdonképpen továbbra is ezt tartja fent, igen, hogy ez lesz. Boom Software, persze, mekkora kamusok vagytok. Komolyan mondom, kikérem magamnak, azért, mert végre ad. Nem? Komolyan bemegyek a stúdióba, kimásolom a szoftvert, átteszem a saját gépre, áthozom három határ, és te lekamúzod a Boom szoftvert. Kikérjük magunknak. Hát, jó, hogy nem szólalt meg Feri bőrönnyében, és nem szállították le az egyik terről. Hát le volt folytva egy pár kolbásszal, hurkával. Azzal foglalkoztak inkább. Igen. Hozzatok nekem egy benjózó majmot, írja Robika. Azért vannak. Szörnyű meglátások ezek egyébként. Szörnyű meglátások. Pretória bevezetőn a zebrán áll egy orosz lány. Írja nekünk valaki Jutinformen. Köszönjük szépen. Na, csak egy kis helyi dolog, mielőtt belevágnánk az utolsó témánkba a mai napon. Döbbenetes táblát láttunk, egyelőre lefotózni nem tudtuk. Európai szemmel milyen fura itt minden. Utaztunk a Krüger Nemzeti Park szélére tegnap, hogy forgassunk, és banánültetvények letakarva, megfejtettük, hogy azért van letakarva maga a banánfürt, hogy előbb érjen. Ezeket igen. Mi nem tudtuk, egy óráig fejtegettük, hogy a hideg, meg ami... Meg a majom, hogy el ne vigyem. Hülyék vagytok, semmi, azért elmondta nekünk egy helyi, hogy azért van letakarva, ugye, mert hogy hamarabb érik, mert valamilyen gázt, ugye ez a detilingáz, hát, kibocsátja a banánt. Nálunk volt cseresztény, körte, alma, némi naskolya, paprika, paradicsom. Hosszú banánültetvények, szatyrok lógnak le a banánokról, és nem értettük, hogy miért van letakarva, mondtuk a hajnali dér, de hogy is hamarabb érik. És mihez van hozzászokva az európai szem? Ahhoz, hogy szarvas ugrik eléd, és kivarakva a szarvastábla, mit tudom én, tehén, vagy őzike, vagy bármi, vagy repülő, ha például alacsonyan szállnak a repülők. Itt pedig egy delfin volt. Meg is lepődtetek. Itt pedig a tábla a következőt mutatja. Vigyázz, víziló. És benne van ugyanabban a háromszögben, ugye, amit a kiugró szarvas Európában, vagy Magyarországon, itt víziló tábla van, és vannak olyan helyek, ahol őket csak úgy átkelnek, teljesen megszokott módon, és ott lassabban kell menni. Se szarvas se jó elütni gyerekek, nem vízilóval találkozni. Az... Emlék, meg akartunk állni, csak aztán tovább siklott a sofőr. Nem lehet egyébként, tehát, hogy... Vigyázz víziló, szenzációs. Mire a kontaktust így megteremtik a sofőrrel, addigra gyakorlatilag mentünk 30 kilométer. Tehát, hogy nem... Igen, de ha tudom, akkor megállunk és lefotozunk. Szenzációs ilyet látni Európán, és egy rohadt nagy víziló ott van a tábla, hogy ő úgy kisétál elé. Van elefántos is, vajon? Elefántos és vízilovas is van egyébként, igen. Igen. Csak egyébként hozzáteszem, elmondták itt nekünk, hogy ugyan az egész Krüger Nemzeti Parkot, nagyon durva egyébként, mert Magyarország egyharmadnyi területének felel meg a Nemzeti Park területe, ezt az egészet körbe kerítették olyan vadráccsal, illetve kerítéssel, amiben van ugye elektromos áram.
hogy nálunk is vannak otthon például, csak mi mondjuk teheneket meg lovakat szoktunk így körbekeríteni, viszont azt is elmondták, hogy ez különösebben nem zavarja az elefántokat, hogyha nekik amarra van dolgok. A kerítésen túl. Konkrétan nem érzik meg, és átmennek a kerítésen. Igen, ők szenzációsan mozognak. Na, egy nagyon érdekes fotót vettünk észre, illetve pontosabban nem is fotót vettünk észre, hanem fotót készítettünk egy bevásárló központnak a WC szekciójában. És azért mondom, hogy érdekes, mert egyrészt Magyarországon baromi ritkán látni olyat, hogy ennyire kulturáltan lenne megoldva. Mindegy is, hogy hol van ez a bevásárló központ, egyébként Magyarországon. És különböző WC-ket építettek, de valami hihetetlen európai módon. És az emberben felmerül a kérdés, hogy ahol ez így nincs kialakítva, ott szerintem mindenki sokan vagy sokan szenvednek attól, hogy hova vigyék a gyereket, melyik WC-be, hány éves a gyerek, mikor tudod bevinni, ellenkező nemű szülővel mész, ha neked lányod van, de nincs ott az anyja, te melyik WC-be viszed, te mész kukkolni, és a nőibe mész vele, ha lányod van, vagy beviszed a férfibe, és akkor csúnya dolgokat lát. Ebben a bevásárló központban csináltak női WC-t, csináltak férfi WC-t, csináltak ugye mozgássérülteknek WC-t, csináltak családi WC-t, gyerekek, egészen megdöbbentő, de hogy ez kevés helyen van, anyuka, apuka és a két gyerek bemehet a családi WC-be. Sokan értelmezik így, egyébként az nem az. De mi ez, kis kübli, nagy kübli, még nagyobb kübli? Na tessék, családi WC-t, hogy értelmezitek a családi WC-t? Szerintetek azt mire lehet használni? Anyuka, apuka elmegy együtt pisilni, és a gyerek is nézik egymást? Szembe ülnek egymást. De mi a családi WC? Ha látok egy ilyet, hogy családi WC, vagy te mondjuk a 9 éves vagy 11 éves gyerekkel, ha mondjuk azt, hogy apa kísérje el, te hova viszed? Aha, ugye, hát nem egyszerű kérdés, menni, gondolom, ha már be tud menni egyedül. Ami de mondjuk, amikor találkoztatok sokat nőtt, már most már 13-ban van. És tud egyedül pisélni. Már nem az elmúlt percekben nem. Most már nem kell, most már ő pelenkáz engem. Még tisztában kell tenni. Tessék, családi WC. Bementek mind a négyen, ha együtt vagytok a családban, és akkor van bent, gondolom, több. Na ez az, hogy nem. És pont ez indított el a gondolatmenetemet, hogy milyen jó lenne ez megoldani. Mert nem erről szól, hogy ti együtt bemetek, hogy mama, apa, egyszerre kakil, és akkor itt a papa. Hát közben tudsz dumálni. De tök jó. A családi WC azért családi WC, legalábbis én ezt így fordítottam, mert hogy nem egyszerre megy be az egész család, hanem hogyha neked ellenkező nemű gyereked van, amiről az előbb beszéltünk, akkor be tudsz menni vele külön, úgyhogy van egy 6 éves lányod, akit nem akarod, hogy bevinni a férfi WC-be, hogy ne lásson csúnyát, de te sem mehetsz be vele a női WC-be. Ezért apa a lányával bemegy a családi WC-be. Nagyon. Vagy mama a fiával. Nagyon. Érted? Ez egyébként baromi jó ötlet. Azért is nagyon jó, mert én vagyok benne, ugye neked a Bennivel könnyű, ti beöslisztoltok a férfibe, aztán elintézitek a dolgot. Én, ha Panyesszal vagyok például, hogyha csak ketten vagyunk ott, mert ha mondjuk az anyjával van, és neki pisilnie kell, akkor én konkrétan bajban vagyok, mert a férfibe nem viszed be. Na, ezen kezdtem gondolkodni, hova viszed? Igen, ugye, hogy ez milyen jó ötlet? Tehát a férfibe nem viszed be, mert egyrészt ott a piszvárnál állnak a férfiak, és azért mondjuk egy 5 éves lánygyerekkel sem mész be oda. Plusz, ha nem is állnak a piszvárnál, és mondjuk te bemennél a rendes WC-be, hát a fiú WC-be olyan állapotok uralkodnak, hogy oda nem ülteted. Nem mész be. Okay. Vagy pedig bemész a női WC-be. Ezt szoktam csinálni. Igen, és azért, Feri, menj már ki. Tényleg ezt szoktam csinálni, hogy benyitok. Foglalt! Mi vagyunk azok? Igen, hova viszed a gyereket? Én bekiabálok, hogy halló, van bent valaki? Kislánnyal vagyok. Miért elfogyott a papír, Feri, mit ordítasz? Nem ordítottak még vissza. Nem volt ilyen. És ha nem jelez senki, akkor bemegyek, beültetem a pannát, és én meg kint állok. Tehát ha látom, hogy jön valaki hölgy, akkor tudom mondani, hogy bocsánat, egy perc és végzünk, csak egy lánygyerekkel vagyok. De tök ciki, igazad ugye, van. Ugye, hogy nem egy egyszerű. És ezen a családi WC-n kezdtem gondolkozni, egyrészt baromi jó ötlet, hogy megcsinálják, kettő, hogy nekem mondjuk jó a Bennivel, de a Vikivel is beszéltem, és ő is baromi sokszor szenved, ugye a Benni 5 éves, még azért így kevésbé küldött be egyedül, hogy old meg, megoldaná, csak ez ehhez nyúl, ahhoz nyúl, hogy hova mész vele. Tehát vagy ő is ugye hát vagy beviszi, vagy beviszi a nőibe, ő inkább a nőibe viszi, mert hogy ott a nők kevésbé dühösek arra, hogy mondjuk a kicsi lát valamit. Na igen. Neked kellemetlen bemenni mondjuk, igen, a nőibe, mert te felnőttként viszed be a nőnemű gyerekedet, vagy a lánygyermekedet, ugye a női WC-be. Ugye? Aha. Volt már, hogy kiküldtek, vagy mondták, hogy menjél ki? Mert vannak, akik egyébként ezt látják, hogy gyerekkel vagy, és mégis felháborodnak rajta, hogy te bemész. Úgy volt felháborodás, hogy bent üldögéltek a hölgyek, és akkor én beszóltam, hogy elnézést, van bent valaki, csak kislánnyal vagyok, és akkor ott no, tehát jó duma, jó kukkolos, hívjuk a rendőrt, rohadt szatír. Mi állat, ne nézd be alul. Rohadt szatír. De ez önmagában is jó terülőszöveg, nem? Elnézést, a kislányjal jöttem be, és nézd be, és egy hatalmas csomagot leteszem. Tehát, hogy, mert azért halljuk őszintén, én például egy csomó férfitől láttam már, hogy bejárogat a női WC-be. Tehát, hogy innél pont azért, mert egyébként sokkal lelakottabb. Okay. Én bemegyek a nőibe, de én gyerek nélkül megyek be a nőibe, sok helyen én a nőibe megyek. De mondjuk mozibai helyeken nem, de munkahelyeken, tehát otthon például igen. Vagy ha itt szebb lenne a női WC, én itt is bemegyek a női WC-be.
Rám gondoltál, hogy engem látsz bemenni? Is. Hiszek abban. Így van. Itt vagy, Juli, hello, jó reggel, te ott vagy benne a stúdióban, itt vagy? Itt vagyok. Nem, ott van. Hello, Juli, hello. Baoni. Baoni, Juli. Baoni. Hát itt vagy te is, te ugye, neked egy fiú, egy lány, ugye a leosztás? Így van, de én a női vécébe viszem őket. Ez nincs is baj. Te beviszed a nőibe. Neked nincs baj, mert ugye neked a Ferinek a nagyobb baj, mert de én neked nem értem, ugye kicsi az a gyerek. Az a férfi, aki bemegy a női vécébe, az mit keres? Hát ha én bemegyek a férfi vécébe... Hogy keresek semmit, a lányomat beviszem pisilni, Juli. Értem, de a Jani az előbb azt mondta, hogy vannak férfiak, akik bejárogatnak a női vécébe. Az bemegy és mit keres, tudod, mit néz? Én nem keresek semmit, én amikor a klasszba például bemegyek a női vécébe, én azért megyek be, mert sokkal tisztább és ápoltabb, mint a férfi vécé. Én azért megyek hozzátok, mert jobban odafigyeltek, vagy nem tudom, szerencsésebbek vagytok, vagy jobban, nem tudom, ismeritek a kefét, nem tudom. De hogy effektíve szebb a női vécé. Tehát én nem azért megyek be, hogy kukkoljak. Hát egy picit azért is, de erről most nem beszélünk. Igen. De jó, nem egy egyszerű élethelyzet, nem, Juli? Nem, a fiamat meg a lányomat általában egyszerre szoktam elvinni pisilni, és akkor mi a női vécébe megyünk, de ezzel nincs semmi gond. Szerintem a családi öltözők kategória az egy egészen érdekes történet. Mert hogy ma már létezik ilyen, egy csomó akvaparkban például már van ilyen, hogy családi öltöző. Mert az a ciki, hogyha be kell vinned mondjuk a fiadat egy strandon a női öltözőbe, hogy átöltöztesd. Voltatok már ilyen helyzetben? De ha meg a kabinba be tudtok állni. Mi heti kétszer jár a két gyerek úszni, és például nálunk is a BVSC úszodában van családi öltöző, lányos apukák, az van ráírva. Igen. És ha én a lányjal megyek, akkor a lányos apukák öltözőbe mi bemegyünk, és akkor ott csak lányos apukák vannak. Tehát nem az mész be, kultúrát. Igen, nem mész be a lányok közé, ahol azért már... Mit ami jön? Nagy baj. É, hát igen, így. Elszomorú, hat éves kislányokat nézegetni, mondjuk tényleg nekem is. Macskos diszkrimináció. Oda se lehet. Te milyen élethelyzetben vagy, Juli, hogy bemész, és akkor ott férfiak öltöznek? Tehát erre mondod, hogy ez kellemet, hogy a családi öltözőbe te bemész a család, és ott a másik család is előtted öltözik? Erre gondolsz? Nem. A családi öltöző az egyébként egy elszeparált box, úgyhogy oda ti családotok tud bemenni. De például velem már volt olyan, és akkor ott hagytuk abba, hogy a fiammal bementünk a női öltözőbe, a nagy koedukált öltözőbe, mert a kisfiam elfelejtette otthon fölvenni a fürdőnadrágot, és hát nagy kikerekedett szemmel bámult mindenkit, iszonyú kellemetlen volt. Tehát, hogy, igen, mert ott a felnőtt nők is hát öltöznek. Hogyne, persze, tehát egy bizonyos kor fölött az én fiam 7 éves, tehát már nem viszed be. De egyébként nekem van egy barátnőm, aki kint él Bostonban, tehát nem valami Ohio-i kisvárosban, ott majdnem rendőrségen végezte emiatt, mert bevitte a női öltözőbe a két gyerekét, ott totál lehetetlen helyzetbe került, ráhívták a security-t, meg a rendőrséget, meg mindenkit, hogy ők összemérmet akarod sérteni. De most jó, de 21 nőként... éves volt a fiú. Igen. De nőként engem nem zavarna, ha bejön egy 6 éves gyerek. És nem gondolnám, hogy ez a 6 éves gyerek az én mellemet nézi, nem? Hát, vagy bejön mondjuk egy 7 éves kislány, és én át tudok öltözni egy kislány előtt. Jó, de itt van Feri is. Az a baj, hogy megy vele Feri is. Tehát, hogy ez nem baj. Azon gondolkozom, hogyha lánygyereked van, és te mondjuk kicsit szemérmesebb vagy, és a lánygyereked mondjuk 8 éves, vagy 6 éves, és te nem mész be, mint te, a női vécébe, mert te bátor vagy, hanem valaki inkább azt az utat választja, hogy beviszi a lánygyerekét a férfi vécébe. Akkor inkább kiteszed a gyerekedet annak, aki 6 éves, hogy lásson ott férfiakat brúzolni a fajancba. Nem viszem be a férfi vécébe a lánygyereket. Mert mondjuk félsz az agresszív nőktől, akivel mondjuk te találkozhatsz férfiként, ha lányodat bevinnéd a női vécébe. Nem, oda viszem. A női azt mondom, beviszem. De hogy van, aki inkább beviszi. Én láttam szülőt, igen. Én láttam szülőt, aki egyébként behozta. Igen. Hát a férfiak körbe, elnézést, de körbe vizelik a deszkát, akkor nem tudod rájutni. Persze. A gyereket. Egy 5-6 éves lánygyerek még nem tud úgy pisilni, hogy ne üljön rá a izére. Az gusztustalan. Csak nő, én csak a női vécébe hiszek gyerek. Gyerekek, bűn egyébként, én bevallom, ha vannak olyan bevásárló központok, ahol van férfi, női és van pelenkázó, vagy bármilyen, aki oda megy, az baj. Én azt gondolom, hogy azt használják a legkevesebben. Sőt, én a Benit egyébként beviszem a mozgássérült vécébe, de nem követek el rosszat. Mert nem jön oda nagyon senki, vagy ritkán. Tehát én általában oda megyek. De tedd a szívedre a kezed, azért Vikivel is bementetek már egyszer-kétszer a pelenkázó. De tényleg, tehát gyerekkel például szerintem te bemehetsz a mozgáskorlátozott vécébe egészen nyugodtan. Főleg, nem? Ha ellenkező nemű szülő vagy, szerintem bemehetsz. Már mihez képes kell ellenkező? Hát a gyerekhez képes. Ja, a gyerekhez képes. Mert én bemegyek vele Beniként, meg Balásként. Hát akkor én szólnék, hogy menjetek a férfi vécébe. Igen? Igen.
Igen. De miért nem, de gyerekkel miért nem mehetek a mozgás korlátozott? De azért nem, mert te egy fiú gyerekkel vagy, mind a ketten férfiak vagytok, bemehettek a fiú WC-be. Nálad nincs összeférhetetlenség. Nálam nincs. De miért nem mehetne a Benni a férfi WC-be? Azért, mert azt gondolom, hogy gyerekként azt talán egy kicsit kevésbé használ, tisztább, jobban letolom a nadrágját, megfogom, segítek neki, kezet mosunk, alacsonyabban van egy csomó. Tehát én gyerekként, ez csupán csak, vagy nem én gyerekként, hanem gyerekkel praktikussági okot. Tehát menjek át a férfibe? Hát, mert te tudsz rá figyelni, tehát azért érted, hogy mit fogjon meg, mit ne fogjon meg, hogy most ne üljön kezelt, rá, ne meg még most tartani is tudod, majd 30 évesen már picit már nehézkesebb lesz, amikor majd tartod a WC felé, vagy igen, de egy nőiben, és közben mondom, jól néz körül. Gyere, hasaljunk le a földre. És sajnálom most, hogy nincs lánygyerekem, komolyan mondom. Hát azért... Ó, hát nagy csoda egy női WC, te olyan fú. Halla, te még olyat nem lehet. Nem azért mondom, hát érted, hát az ember, házas ember, hát már ennyi marad, hát azért csak bemegyek, nem? Hát azért te se csukod be a szemed, nem? Hát azért hallasz éneket. Nem is ettem kukoricát, ugye? Ez egy csókolom, csak nyugodtan. Ugye, hát az életet. Istenem, már a sütőtöket sem néztem róla. Hát figyelj, kellenek az impulzusok, basszus. Hát azért az ember házas, hűséges, hát maradjon már ennyi, hogy bevihetni a lánygyerekét a női mosdóba, ért. Hát ennyi marad, hát ez van, hát ez a házasság, nem így van. Te könnyen beszélsz, érted? Te még most is bement, bekéreckedsz a virággal a női WC-be. Kicsim, kicsim, segítsek, aha, apa, bemegy veled, láttam. Minden rendben, menj már kifelé, basszus. Apa, menj, ne potyázzál már, itt annyira ciki vagy. Láttam Feri egyen is. A Jani állandóan így kilökték a női mosdóba, Jani visszaszaladt, megint nyílt az ajtó, megint gyerekem kilökték, megint visszaszaladt. Láttam, mit csináltok Ferihegyen, érted? Figyeltelek. Na jó, szóval Juli, te akkor azt mondod, hogy te családiba mész, és ugye te akkor simán bemész, tehát ebből nem csinálsz problémát. Hát simán beviszem a fiamat a női WC-be. Helyes. Szerintem ez teljesen helyes, normális, de szerintem egy kislánynak nincsen a férfi WC-ben keresni valója. Na, hát igen, csak ha az apjával van, érted? De ne, akkor apuka is menjen be a női WC-be. Mi hát a női WC-ben sokkal kevesebb dolgot láthat, mint egy férfi WC-ben. Ebben igaz. Uh-huh. Aha. Igen. Nézzük egy-két SMS-t, hogy mit szólnak a hallgatóink, mert hogy sok jött, azt mondja, hogy egy nő és egy fiú áll a nyilvános WC előtt, remélem nem valami viccre futok rá, ahonnan épp kijön egy férfi. A nő megkérdezi a férfit. Elnézést. Elnézést, koedukált, mire a férfi? Ja, jó. Nem, igen, csak WC-n volt a más, hogy igen, Rigó. Igen. Azt mondja, hogy Budapest egy vízipark, öltözőből a tusolón keresztül lehet bemenni a fürdőbe. Női tusolóban sokan mesztelenül tusolnak. Ott hogy vidd át a fiú gyereket? Kérdezi Anita. Hát hogy nyitott szemben? Hát, hogy jól néz szét, fiú. Érte, nehogy le, kicsim néz körbe. Lebolincsátok az ajtó férfát, ilyesmi. Tessék? Ja, a lánygyereked van, és a férfiakon kell keresztül menni? Hát ott eltakarom a szemét. Hát a Benni nem baj, ha lát 5 évesen nőket. Egy 5 éves lány még ne lásson mesztelen férfiakat, nem? Éven. Feszíts már szét az ujjaimat! Azt mondja, hogy egy svéd áruházban a pelenkázó a férfi WC-ben van. Nagyon gáz volt nekünk is, pasiknak is. Pelenkázó, hogy a pelenkázó a férfi WC-ben van, és akkor te nőként ugye be kell, hogy menjél a férfi WC-be a pelenkázóba. Igen. Hát hogyha mondjuk ha piszoárok mellett vezet el az út, akkor kellemetlen ez. Hát igen. Elnézést, bocsánat. Jaj, meglöktem. Júj magának, csak ekkora. Igen. Balázs, én ha lehet, akkor a mozgássérült WC-t használom, ha van két lányom és egy fiam van, és természetesen mindenkinek egyszerre kell, nem könnyű, írja Fabani. De ez van, de ennyit lehet csalni azért egyébként. Igen. Konferencián dolgoztam évekig, mindenki minimum 3 kávéval kezdte a napot, na ott biztos nem ment volna be Balázs az első szünet után a női mosdóba. Leírhatatlan állapotok voltak. Jó, vannak olyan női mosdók, amik valójában tényleg felfoghatatlanak emberi aggyal, de valahogy a női WC-k egész egyszerűen tisztábbak. Tehát, hogy ezzel nincs baj. Azt mondja, hogy micsoda? A pelenkázó, igen, a pelenkázót írják még sokan. Miért teszik a pelenkázót férfi WC-be? Azt nem is értem. Hogy ez miért van ott? Hát mi az értelme? Hát nem, ott nem tűnik fel a szag. Nők pelenkáznak inkább. Nem tűnik fel a szag. Hogy nem veszed észre? Igen. Uh-huh. Hát ott azért, érted, az inkább hasonlít egy medve otthonra. És csak a kézmosóig kell bemenni? Tehát az első részbe mész, onnan nyílik a pelenkázó? Vagy csak van egy ilyen lenyitható asztal? Csak egy lenyitható asztal van. Ennyi. Az azért kemény. Hát az mert semmi. Közben ott ugye az első részből, ahol a kezedet megmosod, van egy másik ajtó, de ha azt nyitod, akkor már rálátsz a piszoárra. Ott nyugva, ott pelenkázza a gyereket, és közben benne... Jaj! Jaj, bocsánat. Igen. Jaj. Ez nem igen. Ilyen szükségpelenkázó, hogy van valamilyen EU-s norma, ami alapján egyébként de egy, akkor miért nem egy a bizonyos látogatott... Hát igen. Mondjuk akkor férfiként meg, hogy nézd be. Na,
Akkor szerintem ez. Tehát, hogy azt mondják, hogy akkor kellemetlenebb, ha egy férfi apuka megy be a gyerekkel a női mosdóba, mint hogy egy hölgy menjen be a gyerekkel a férfi mosdóba. Lehet, hogy ezért van a férfi mosdóba inkább. Lehet, hogy így gondolkodnak, igen. Két lányom van, dobtak már ki 6 éves. Na, ezt mondom, hogy reagálnak a nők, igen. A Franciaországban simán bemennek a másik nem WC-be, nem leskelődnek, végzik a dolgukat, írja Jocó, hogy ez ott egy megszokott dolog. Szégyen, nem szégyen, én a mozgásérült mosdóba viszem a 4 éves lányom férfiként, tisztább, praktikusabb, és nincsenek meglepik, írja Big Face. Egyébként ez tényleg így van. Na jó, minden esetre ez a bevásárlóközpont, ez gyerekek, ez nagyon kulturál. Tehát ez 5 pont, bárcsak mindenhol ilyen lenne, hogy külön férfi, külön női. Ja, és most látom, igen, még a fotót, külön pelenkázó, és külön családi WC, és a mozgás korlátozottaknak. Tehát itt aztán viszont mindenki oda megy, ahova nincs, tehát. Ott a férfi női koedukált, igen. 5-10 múlt, pontosan 7 perc, várunk friss közlekedési helyzeteket, vagy igen, neked. Szituációkat hozhatom meg velünk, majd pont szolgatjuk. Tudjátok, hogy írjátok, hogy mi a helyzet az utakon, mi pedig mindjárt jövünk a reklám után. A hazai rádiózás legextrémebb műsorvezetői most több mint 9000 kilométerre vannak Magyarországtól. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! 3-10, lesz 3 perc múlva mutatjuk a nap legjobbat. Itt arról beszélgettünk korra reggel, hogy ki mennyire kényezteti a párját egy kínai kisfiúból kiindulva. És hát itt vagyunk Afrikában, kiderülnek egymásról is érdekek, ki hogy él, ki hogy lakik a saját szállodai szobájában, erről is beszélgettünk, úgyhogy kényeztetés, valamint szoba berakás, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! Gyerek! Hogy rádiózunk! Szabad! Szabad! Ez volt már a Morning Show, egyenesen Dél-Afrikából. Holnap ismét kapcsoljuk a Dzsungel Stúdiót. Másfél hónapon keresztül élőben. Balázs, Feri, Jani, menj Afrikába!